Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, már úristen, hát ilyen régen elmúlt már 6 óra, 14 perccel dübörög a rádió. Annyi reklámunk van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello, szevasztok. Jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Rendezzük sorainkat, írunk, bejelentkezünk, teát csinálunk, kávét főzünk, de jelszót írunk, de közben már itt vagyunk egyébként. A Jani neked most kávét főz? Nem, nekem nem szokott a Jani. Teát csinál magának, meg nem tudom, valami dolgozik még. De már összefutottam vele, dumáltam vele. Megölelgettük, megpuszilgattuk egymást. Na, te, amint puszilgatsz embereket, és ezek férfiak. Megsimogattuk egymást, úgyhogy már nálam jobban ettől már csak a Jani tart egyébként. Meg úgyis most búcsúztatok egymástól, nem régen, most mit puszilgatnátok? Ja, igen, majd akarunk föltenni a Facebookra fotókat. Mit csináltatok? Vasárnap? Vasárnap műsor? Nagyon jó beteg, megint jó beteg lesz. Mire vége a műsornak, már pontosan tudjuk, mi kell. Nézd, akkor az azt jelenti, hogy az új évadban, amikor újra neki kezdtek, akkor már onnan lehet indulni. Egy tanyán forgattunk tegnap. Hát ott volt mulatság. Na, tessék mesélni, mi? Magyarkodtunk, tehát megnéztük, hogy a magyarokban mennyire él még a magyarság ösztöne. A vadászat, a küzdés, az ezek asszonyok megvédése, minden. Aki mi magyar, akiben él az ösztön a megvédésre, meg a vadászatra. Igen, aha. igen. A lovaglás, a vadászat ösztöne, a lovaglás ösztöne, a fegyvertartás és fegyverviselés és fegyverkezés, valamint fegyverrel való harcolás ösztöne. Aha. Ja. És megint Jani szívott. Ne, hát részben. Jó reggelt, bocsánat. Részben. Igen, de szívtam én is azért. Igen, de azért mindannyiunk számára azért egy tanulságos dolgot. Egyet egészen konkrétan elárulhatunk szerintem, mert hogy egyébként le se tudnám tagadni, meg hogyha esetleg így még így 10 óráig egy párszor kirónok WC-re, akkor ugye előbb-utóbb is el kell árulnunk, hogy miről van szó. Hát összeismerkedtünk egy-két nagyon kedves fiatal emberrel, elsősorban Dél-Amerikából értő fiatal emberrel, fiatal asszonnyal, nem tudom, hogy milyen neműek lehetnek, de szerintem a paprikáknak nincsen menük. Ez egyiket úgy hívták, hogy Batyolokia, a másikat úgy, hogy azt mondja, hogy Habanero Scorpion. Igen, figyeljetek. Erős paprikákat is kóstoltunk. Megnézem, magyar mennyire bírja a csípőset. A magyar nem annyira bírja a csípőset. Legalábbis az én van egy bizonyos szint, amíg bírja. Csak amikor már az az szinten túllép, már pedig túllépett a magyar, a két magyar srác, akkor már ugye kezdtek bajok lenni. Hát én tegnap este 8-kor is még tejjel bombáztam a beleimet, hogy megpróbáljak egy kicsit így helyrehozni a kis zsírmolekulák, azokat a problémákat, amiket okoztunk magunknak. Tényleg itt a Ferinek egyébként, megmondom őszintén, nagyon fura volt. Hozhatatok volna legalább egy valamit. Azt mondom, hogy lenyúlta a stáb az egészet. Le, bizony, igen. Nekik íz lett? Nem, egy, hogy hívják, akkor kellett elvinniük egy atomtemetőbe és elásni 100 méter mélyre, mert különben kipusztítottak volna mindent a környezetet. Figyeljetek! Gyakorlatilag ami a Scoville skálán van, hogyha valaki esetleg nem tudná, a Scoville skála az a kis lista, amin a kapszaicin tartalmuk alapján vannak rangsorolva a paprikák. Na most arról mi szerintem egy olyan 10 darabot megkóstoltunk. Köztük a már említett Habanero Scorpion, aminek olyan másfél milliószoros a kapszaicin tartalma. Ez volt az utolsó, ez volt a szeg a koporsonkba. De akkor ott már Balázs tejet hányt. Nem. Igen, hát én elmondtam, én ránézek egy paradicsomra, és könyvbe lábad a szemem, annyira nem szeretem az erőset, sosem értettem, és nem is igazán tudtam felfogni, hogy mi a jó abban. Jézus, ne már! Fölrakjuk a Facebookra majd a fotót. Igen. Jézusom, a Jani nagyon jó, te nem veszed egész komolyan ezt a magyarkodást, de ruházatban rettenetes módon. Azt mondja, rettenetes módon jók van. Azt mondja nekem tegnap, hogy a felsőmet nem veszem le, hogy egy kicsit ezért legyen ott a divat is. Mondom, jó, legyen. Igen, ha ezt akarod, legyen így. De egyébként nagyon magyarok voltunk mindenki. Ezeket itt termesztik, ezeket a paprikákat, vagy valaki összehozta? Ezeket beszerezték. Igen, de egyébként itt is terem már. Aha. Én pont a Ferinek, megfeledkeztem erről a tegnap estől, és a Ferinek mutattam még, mit tudom én, 9 óra magasságába egy olyan úriembernek a Facebook oldalát, aki konkrétan Magyarországra importált magokból itthon termeszti ezeket a rettenetesen durva vegyi fegyvereket, és aztán este meg találkoztam velük, tehát, hogy ott volt a kis stába, és megmondom őszintén, hogy gyártásunk irgalmatlan profi volt, mert hogy mindent összeszedett. Én nem hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy ilyen iszonyatosan egzotikus paprikák ott hevernek előttünk, szépen, fejletten, csípősen, erősen, senki nem mert hozzájuk nyúlni.
mi aztán hozzájött nyúlunk, sőt be is töntünk belőle. Most előbb mentettetek asszonyt, és utána paprikáztatok, vagy fordított volt a sorrend, mert utána az asszonyoknak semmi esélye nem volt a megmentés. Vasárnap este 9-kor. De úgy szépen, de utálom. Vasárnap, és 9 óra. Hát nem, amennyit csúszik az X-faktor, már inkább fél 10-kor. De nagyon komolyan mondom. Nagyon komolyan mondom, Feri, hogy olyasmit is fogsz látni a műsorban, amire szerintem a legvadabb álmaidban. Szerintem kíváncsi leszel rá, mert hogy az elmúlt, hát most nem is tudom, mert talán 5 éve dolgozunk együtt, de még ilyet nem láttál. Tehát, hogy és ezért, még te se. Hát, beteg lesz. De fin nem fogod elén. Jó éve. Beteg lesz. Tényleg. Ja, tehát én hittem, hogy a könygáspré után már nincs betegebb, de akkor van. Na, ha más lesz, de beteg lesz. De igen. Van. Ja, igen. És ettünk egy olyan palacsintát, hogy nem fogod elhinni. Mákhabos palacsinta volt, olyan könnyű tészta volt, elképesztő, és marha érdekes, lehet, hogy ez neked nem újdonság, de nekünk az volt, hogy az a hölgy, aki csinálta, áldassék a neve. Ez a csili előtt volt, vagy a csili után? A csili után volt, amikor már mindent tömtünk be, hogy megpróbáljunk megszabadulni a rettenetes maró érzéstől, meg íztől, ami gyakorlatilag végig lángra lobbantotta a teljes bélrendszerünket, meg a torkunkat. Szóval a lényeg az, hogy a hölgy úgy csinálta a palacsintát, hogy egy népszerű narancsos szénsós üdítőitalt kevert bele a tésztába. Én ezt nem tudtam. De nem csak könnyíti, hanem olyan ízt adott neki, hogy ez valami hihetetlen. Igen, mert ugye a szóda eleve kell. Igen. Cukor kell. Akkor és meg egy kis narancsaromát adott még neki egyébként. Ha meg mákos volt, narancs mák együtt. Tök jó ötlet volt. Én sem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó. Volt, érreltünk tőle. Hát én egyet tudtam megélni belőle, mert egyébként a sisere had rögtön lecsapott rá. A sisere had. Még Léci mondta, hogy téltábornok, és akkor... De miért mondanám ezt téltábor? miért mondanám, hogy téltábornok? Léci mond még azt, hogy a téltábornok egyelőre elkerül minket, nem, és akkor a motoros kitüntetéste ma te kapod meg. Nem mondja már uram, hogy ez hogy a téltábornok sisere hadnak. Vezérem a kis csicseri had, vagy mit mondtál? Bajnokom. Miért nem mondanám azt, hogy sisere had? Szőr. Nem mondd ezt, szőr, légy szíves, hogy téltábornok és a kis sisere had megette a palacsintát. Ne legyen már ilyen tüskös a modorod, milord. A modorosság teteje, a téltábornok és a kis csipet csapat megette a palacsintát. Úristen. A csipet csapat nem is modoros. Na, rettenetesen az. A mi kis csipet csapatunk megettük a palacsintát. Hát ez iszonyatosan. Az a szemét stáb megzabálta. Dehogy is nem, hát megett ízlet, és ott voltunk egy csomóan, és megettük. A modoros blogon, ha ezt valaki megtalálja nyugodtan, mondhatja, hogy benne van bőven. A téltábornok és a mi kis csipet csapatunk és a kis pocaklakó. Ezek mind benn vannak. Na, mit akartam mondani? Miért van ilyen meleg? Hogy van az, hogy november közepén 13 fok van? Nincs ezzel baj, de hogy 13 fokot mértem. Megébredt a fűtőnk. Szörnyű böjtje lesz ennek áprilisban? Vagy májusban? Vagy mikor fogjuk ennek meginni a levét? Itt egy kicsit így erőt vett rajta a buzgóság, gondolom egész éve. Nem volt sok dolga. Ja jó, azt hiszem, hogy beszóltál megint. Már akkor reggel valakit melegezel. Nem, jó ura. Na, vezérem. Szóval nem tudjuk, hogy mi ennek az oka. Jól befűtötted. 13-at mértél? Én 13-at mértem reggel, 9-et ott, ahonnan jöttem, és itt a városban 13-at. Hát azért az november közepén sosem azzal van a baj, csak hogy mi lesz ebből később. Márton napi jóslás az van, és az azt mondta most idén, hogy hosszú, kemény tél lesz. Hát még nincs nyoma, úgyhogy nem sok. Meg vagyunk. Hát nem tudjátok, sok. Ez hogy van általában, hogy tolódik az egész, tehát hogy november elején még meleg, aztán hirtelen megjön a hideg, és akkor az viszont tart március, április, május elején még fagyok, akkor hirtelen jön a nyár, az átcsúszikok. Tehát hogy az egész valahogy itt tényleg így tolódik. Tolódik arrébb. Jaj, naponta eszembe jut ez a börtönbüntetés, mert hogy nem tudom befizetni, és most már meglátok egy rendőrautót ott az utcában, és kicsit mindig összeszorul a gyomrom. Értem, jöttek. Még mindig nincsen semmi. Most szerintem sanszos, hogy megjönnek. De miért nem küldöd el a lakáit? Igen, sanszos, hogy megjönnek, srácok. Szerintem napokon belül. Ha valamelyik nap nem jövök, és nem is adok életjel, simán az, hogy ülök a közmunkám. De most komolyan mondod, hogy nem fizettem? Nem fizettem. Nem tudod elmenni a postára. Éjjel-nappal forgatok. Még dolgozom, arra nincs időm, hogy aludjak. Tehát, nem voltam. És minden úton lenne egy számla számra. De nem tudom, hogy hova. Nem lehet utalni, ez csak csekkel. Nincs már. A papíron már nem volt utalás, nem volt csekk, nem volt bankszámlaszám, semmi. Csak az, hogy elzárás 2 nap. Rájuk kell csörögni.
adjanak egy számlaszámot és átutalod. Van rajta egy ügyiratszám, elkéred, számlára átutalod, kész. Ezt te megtenném, ha ma nem éppen a Winklerékkel a Rábaringen, vagy hol forgatnánk este 8-ig. Tehát, hogy nagyon szívesen megtenném. Tényleg. Csak mondj egy órát az életemből, hogy mikor. A pont tegnap beszélgetünk erről odafele, hogy ilyen nagyon lazán kezdődik ezeket a dolgokat, de ezek már nem ilyen laza dolgok. Tehát manapság már nincsenek lazulások ebben a történetben. Elkövetsz olyan szabálysértést, vagy fizetsz, vagy shit. Tehát, hogy most már egyre komolyabban veszik ezeket a dolgokat. De én mindig befizettem. Nekem volt, igen, néha tilosban parkolás, meg mentem gyorsan, na hát most oké, de hogy én ezeket befizettem. Ez most valahogy elmaradt. De közmunkára beváltom szerintem. Nem is jött csekk soha. De biztos, hogy jött. Csak nem tudjuk, hogy hol van. Ahogy körbenézek a stábból, senki nem ér rá elintézni ezt a dolgot, úgyhogy tutyi lesz belőle. Biztos, hogy jött. Nem, közmunkára átváltom. Akkor 5000, valami jót 5000 naponta. Mennyi két, a bünti? 10. Ja? Ez két nap közmunka. Te mit csináltad? Odahúztál a szemetest a postaláda alá, hogy rögtön abba menjenek? Igen, kivágtam a postaláda alját, egy zsákot kötöttem rá, és igen. Iktatás! Azon, ami ORFK, BRFK, ezeket kicsenyítom. Srácok, veletek álmodtam. A legizgalmasabb részénél megszólalt az ébresztő. Szép napot, Laci. Laci! Ja. Az izgalmas részről néhány szót még írjál nekünk, hogy számodra mi volt ebben az álomban az izgalmas. De most komolyan, a legizgalmasabb rész. Mi lehetett az? Írjanak már nekünk olyan nők, akik valaha valamelyikünket tényleg álmodtak valami igazán izgit vagy szexit. De most tényleg ne kamuzzatok. Te tényleg ne? Tehát most ne írjanak pasik olyan SMS-t, hogy Judit vagyok. Ne, tehát csak azok tényleg, kíváncsi vagyok. Hogy valójában, ha te hallgatsz valakit 4 órán keresztül, belemegy annyira a fejedbe, hogy akár álmodjál vele? Mert én még közszereplővel soha nem álmodtam. Pedig... Sokat azért nem gondolkozol rajtuk. Hát nem, de mégis köztük élünk, velük találkozunk, velük dolgozunk, velük forgatunk, tehát hogy azért van elég sok nexus. Egy olyan nő, aki álmodott már valami durvát a Ferivel, vagy a Janival, vagy velem, valami igazán erotikusat, írja már meg nekünk, hogy mi történt. Hm. És hogy jó volt-e. Hogy jó volt-e, de tényleg, ne, most tényleg, most kivételesen ne írjatok magukat, jó? Tehát Bélák, Józsik, Ödönök, ne írjanak, hogy egész nagyon megraktalak, Balázs, Ödön. Jó volt a púzott Béla. Ami egyébként, ha olyan az irányultság, akkor jó, az is szexuális. Szóval akkor a Bélák és az Ödönök kíméljenek minket ilyen tartalmas meseleteket, de összes többi ír. Nem, tényleg, aki ezt el tudná mesélni, hogy mi volt. Hogy ott volt Jani, hol volt, milyen környezetben, milyen volt. Egyezik az az álom, és az a János, vagy az a Balázs, vagy az a Feri, aki egyébként van a hétköznapokban. Hogy ott volt Balázs, Janit pedig elküldtük gyertyáért, mert azok már csonkigék. Igen, de nagyon mérgesek voltunk rá, mert leértékeltet hozott a tetyóból, ami egy perc után leégett. És akkor a konyhából frissen sültek illat árad be, és felé elégedett cuppogása. Így aztán tudtuk, hogy ha Balázsral vége lesz a szexnek, akkor így van mit enni. Akkor gyertyafényes vacsora lesz. De, hát, mind a három. De akkor így osszuk le magunkat, hogy én a... Te intézed a nőket, persze. Én a nőket, te főzöl, te akciós gyertyárohangászat, te jobban, tehát ez a szerep. Nekem tetszik. Egyelőre ezzel az álommal nincs bajom, ha valaki ilyet álmodott. Na, hogy állunk játékkal? Hát, igen, elég jó. 3-1. Elég jó, szóval nem. Jól, mert hogy elbuktuk. 3-1. Mi? Lehet szépíteni ma. Ma lehet. De minek? Akkor adjuk oda játék nélkül? Vagy hát nem, azért küzdjük meg egy ajándék csomagért, de elbuktuk a hetet? Nem. Igen. Mindig olyan szomorúan konstatálom egyébként. Jó, na most azért annyira ez nem fordul elő gyakran. Ebben az évben volt 6 ilyen hét körülbelül, vagy 7. Tényleg jövőre majd heti átlagban vezessük, jó? Hát a heti már ugye, hogy itt a márciusban tudjuk, hogy álltuk eddig, mint tudom én, nem tudom, 4 hét oda, 8 hét ide, vagy nem tudom. Hogy állunk. Na, vannak közlekedési híreink, gyorsan nézek egyet-kettőt, hát van valami friss. Azt mondja, hogy ma végig repültünk a Vácig, hajrá Máv. A héten másodszor is sikerült, juhé. Ez 6:45 jött, hát még ne kiabáljuk el, azóta azért eltett egy kis idő. Székesfehérvár, Martonvásár, Déli pályaudvar, retúr váltott a MÁV-a tegnapi késésekre, ma is késnek a vonatok ezen a vonalon. Ilyenkor mi van a sineken? Nincs levél, tél sem. Lassan csak ördögszekerek fognak közlekedni a sineken, írja nekünk kisgyerek. Na, tehát akkor már ma is késés van?
Hát ezek szerint igen. Ezek szerint igen. Oké, aki a hét utolsó ajándékát szeretné megszerezni, az jelentkezzen játékra. Csajok is nyugodtan, mert a pasik általában aktívabbak, tényleg. Úgyhogy szívesen játszunk lányjal is, vagy nővel is, tessék jelentkezni. Ja, és hát elvárjuk ugye az álmokat. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy melyikünkkel álmodtatom. Kivel csináltad órákig. Így van. Igen. Az és ő álmában. Kivel takarítottad ki a lakást, kivel főzettél, megmosogattattál el, és kivel bújtál utána ágyban. Balázs, nincsenek szavak. Az Alfa Centaurira repültettél, Adél. Ennyi. De jó vagy. De jó vagy. Nyilván nem. Nem igazi. Egy perc, pontosan fél hét jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Kívánunk a hét utolsó napján, pénteken. Hát, király. És egy hét múlva ilyenkor már egy héttel később leszünk. Most nem, egy hónappal később, azt mondom. Ja. Ráfordulunk a karácsonyra. Jön a kari. Igen, egy hónap múlva ilyenkor lesz. Simán. Na, nézzük meg akkor, jó, hogy ki a játékosunk. 3-1 van jelen pillanatban, ráadásul nem nekünk. Úgyhogy, hát egy kis szépítésre még azért jók lehetünk, valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Te nagy a pofánk. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, Szilvi. Hello. Honnan hívsz minket, Szilvi? Hát én most éppen dugóba vagyok itt az Oson után, de Pest felé tartok. Pest felé? Honnan? Vagy... Nyergesújfalu. Nyergesújfalu. Uh-huh. De szép. De szép kérdés. És mit csinálsz? Én tanulok. Mit tanulsz? Hát csecsemő gyermekápoló és bontmester. Hát ez a kettő azért kicsit... Hogy igen. Ez hogy fér össze? Már hogy az egyik véglet, a már, tehát az út elején, meg az út végén. Igen. Érdekes. Hát még jövőre valószínűleg elkezdek egy mentőst is, hogy így tudod, meg legyen a kezdet, a vég, meg hogy így tartsuk életben az embereket. Ez érdekes. Nagyon izgi. Ja. De melyik felé tendálsz inkább? Pontmester. Boncmester. Uh-huh. Hát ők már nem szólnak vissza, ugye? Nekem konkrétan a többi ápolóval vannak problémáim. Nagyon rossz sok nővel együtt dolgozni. Uh-huh. Mennyi idős vagy? 20. Olyan kíváncsi lennék, hogy egy 20 éves csaj, hogy jut el odáig? Nem? De hát valakinek ezt a szakmát is meg kell csinálni. Még nem is ezzel van a baj, mert szép szakma lehet önmagában, csak hogy egy pasi választja... Mit tudom, az, hogy 35 évesen még ezt elkezdi, és akkor tovább tanul egy bizonyos szakról, vagy nem tudom, akkor azok egy 20 éves fiatal, életvidám csaj, azt mondja, hogy boncmester akar lenni, nem? Hogy itt mi van a háttérben? Emós vagy? Semmi családi problémám nem volt, ez nyakran már kérdezik. Igen, nem erre gondolok, hogy családi probléma, csak hogy mégis ez indítatás érdekes, hogy miért. Szeretem az anatómiát, meg a kortant is, mivel ugye a kórházban elég sok haldoklóval találkozom meg halottal, és így nem riaszt vissza annak a látványos sem. Uh-huh. Ezért. Biztos. Nem kell dolgozni, úgyhogy... Hát ott nem nagyon. Igen, nem erre nagyon. Szoktam mondani a laikus, hogy hát ezt is kell csinálnia valaki. Persze, ez így van. Oké, Szilvi, kivel szeretné játszani? Ferivel. Jó. Meg van egy határ. Játszan a Ferivel a boncmester. Feri, ezen a héten téged PC-ztek ki. Nagyon helyes, nyomjuk csak. Harmadik játékod a héten. És milyen szerencség volt, mind a kettőt el is buktam. Igen, mondhatni. Illetve kihúztuk az egy percet. Igen. Na, most csapjál már oda. Darált, kérdez, nyomjad. Egyszer a keze alá kerülök, érted? Hogy var majd össze? Akkor már mindegy. Kapsz egy szép Y-t. Tök mindegy, felvarja az acsit az arcodra. És nyitott koporsós nevetőst kételet is kérünk. Megyünk, érted, készülünk az utolsó 3 mondatot, láttam. Feri, jó, megtréfáltak. Na jó van. Jani? 3, 2, 1, fire! Azt mondta Szilvi, Nyergesújfalui vagy, ugye?
Igen, emlékszel arra, hogy hát egyszer voltál lent egy ilyen jókékony szelkészúr. Köszönjük, Szilvi. Azt mondtad, hogy igen, ez volt az első szavad. Igen, és egyébként emlékszem rá, hogy voltam ott, mert nekem ott rokonaim laknak, édesanyámnak a húga, böskenyénje, meg a többiek. Úgyhogy azért is voltam ott, ja. Igen. Jó. Szilvi. Hát, Szilvi. Ez van. Ez nagyon gyors volt. Egyfajta rekord is. Hát, azért. Valakinek ezt is meg kell csinálni. Szép volt, Feri! Köszi! Szépítés! Nyomorúságos 3-2. De legalább szépítettünk. Szilvi, jó munkát neked! Köszi. Remélem, minél később kerülök a kezeid közé. Ciao. Szia. Hello. Hello. Na, jól van. Megnyugodtam. Jóvá tetted baklövéseid. Hát ne jóvá, nem, de kicsit javítottam. Bűneid a múltban. Igen, megszépítetted a statisztikákat. De ismerjük el, hogy ezen a héten ügyesek voltak. Jó játszottak. Jók voltak. Lenyomtak minket. Sajnos. Megérdemelten vitték a hetet. De jövő héten új hét, új remények. Bizonyám, támadunk, visszavágunk. Ez nem baj, kell néha egy-egy vereség, hogy éhesebbek legyünk. Jövő héten pusztítunk. Martonvásár tárnok között egy állomást megint sikerült megtenni 40 perc alatt. Mondjuk szép a vidék. Én erre gondoltam, hogy azért turista vonat, sokat nem látsz belőle, mert még sötét van, de akkor is. Befelé fordulás, a meditáció, az elmélkedés ideje, ez a MÁV-val. A MÁV segíti a lelki fejlődésünket. A fehérvári vonalon 40-50 perc késéssel közlekednek a vonatok. Erősítette meg ezt Zsolt nekünk. 5 perc, ha pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi. 7 óra múlt 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok. Hello. Jól vagytok? Jól van, nem, jól vagyunk. Van, jól van, na mi van? Mi van? Jó van? Jó van? Na, jó, jó van, na. Na, jó van, nagy uram, jó van. Péntek az én napom. Kedvem az overra hangolom. Ja, igen. Na, közlekedési híreink vannak, mint mindig. Egy rendőr van az M0-ás budafoki lehajtójánál a leállósában nagy veszélyben. Be kéne mondani, hogy takarodjanak. Bocsánat, hát ezt nem én mondtam így. Megkülönböztető se használnak, rossz helyen állnak, balesetveszélyesek. Ferihegy mellett kifelé a Gyömrőin van egy trafi, üzeni Robi. A Martonvásár tárról között egy állomást megint sikerült megtenni 40 perc alatt. A fehérvári vonalon kb. 40-50 perc késéssel közlekednek a vonatok, írja Zsolt. Cserkeszülő területén már dolgoznak a bemérősök, Skoda, Fábia, Kombi, üdv, Szili. Mindenképpen megpróbálunk majd segíteni azoknak, akik vonaton ülnek. Már amennyiben a segítség, hogy rácsörgünk a MÁV-ra, hogy mondják el, hogyha tegnap van egy váltóhiba. Hogy van az, hogy ma még mindig azt tapasztaljuk, de nem tudom, hogy ez az igazságé, vagy csak tapasztaljuk, de hogy ezt tegnapról már nem sikerült kijavítani, mert 40-50 perc alatt tesznek meg a vonatok egy megállót a Székesfehérvár-Budapest távolság között. Ez egész egyszerűen nem lehet. Nagy hiba. Tessék? Nagy a hiba. Nem nagyon nagy a hiba, igen. Úgyhogy megpróbálunk mindenféleképpen segíteni majd. Jó, hogy hogy mi a helyzet, vagy mennyit kell még várni. A Budapest-Győr vonalon fogalmam sincs, mennyit késnek a vonatok, mert éppen a Nyíregyházára tartok kamionnal. A vonaton utazóknak üzenem, hogy meg tudják nézni, hol vannak a vonatok. Ugyanúgy, mint a repülőknél, Google-ba beírjátok, hogy MÁV térkép, és megmutatja, hogy hol vannak a vonatok, mennyit késnek. Szép napot. Hát sovány vigaz. A MÁV-val kapcsolatos meditációnál nem baj, ha a kedves anyukájuk jut az eszembe? A BKK-nál olcsóbb lesz a bérlet. A MÁV nekünk fog fizetni? Kérdezi Józsi. Bizony 10%-os csökkentés van. Hol? A BKK-nál. Bérletnél. Na, tényleg? Aha, igen. És az jó. 10.500, lejön belőle 1.050 forint. Egyszerűen szánalmas, hogy képtelenek voltak egy teljes nap alatt kijavítani a hibát a déli Fehérvár vonalon, ugyanaz van, mint tegnap, írja egy hallgató. Jó. Hát megpróbálunk valakire 8 után rácsörögni, jó? Hogy mondjon el nekünk két mondatot. Már most mondjuk, hogy nem bántó jelleggel keresnénk őket. Ne kapcsolják ki, ne meneküljenek, ne mondják, hogy nem akarnak nyilatkozni. Egyszerűen csak tájékoztató jelleggel szeretnénk utána elni, hogy segítsünk a mi hallgatóinknak, hogy körülbelül hány nap még. Az sem baj, ha 2, az sem baj, ha 5. Csak ne úgy üljön föl rengeteg hallgatónk a vonatra minden nap, hogy ma biztos odaérek. Legalább tudja, hogy ma még nem érek oda, nem? És megsporolunk nekik egy 5-8 nap idegeskedést. Amúgy meg, a félreértések elkülönse véget, nekik kötelességük tájékoztatni az utasokat. Tehát olyan nincs. Biztos, hogy tájékoztatják, tehát hogy lehet, hogy mondják a hírekbe, vagy van a MÁV Start honlapján, vagy a MÁV honlapján, nem tudom, csak tehát, hogy szerintem azért nyilván ezt ők mondják, hogy késéses lehet számítani az adott vonalon.
Csak arra mondod, hogy kötelességük megszólalni. Így van. Hát nyilatkozási kötelezettségű szerintem nekik is van, igen. De helyesek voltak egyébként a múltkori szegény, jó, nincs könnyű helyzetben. Voltak, persze, de hát de akkor is valahol azért ez nonsense. Igen. Anett, jól emlékeztem, Szabó Anett, ugye a Mávstart szóvivőjével beszélgettünk, úgyhogy hívjuk akkor 8 óra után. Jó, hát ha tudunk segíteni. Na, egy-két álom. Csak még belementünk, hogy kikivel álmodott már, és hallgatóink is jelezték, hogy álmodtak velünk. Nagy király vagy? Figyelj gyerekek, mindenkivel álmodtak. Mindenkivel álmodtak. Mondom, hogy mi volt. Azt mondja, hogy én néhány évvel ezelőtt Ferivel álmodtam, de nem csak egyszer, folyamatosan. Először csak barátok voltunk. De végül beteljesedett a kapcsolat. Feri még most is bejön, üdvemese. Nincsenek konkrétumok. Az a igen, baj. Vártam egy kis szaftos részletet, hogy mi történt. Igen. Igen, és aztán mind a kettőnknek apukunk tudáskezelésre kellett elmenni, már a derekunk annyira tönkre. Zsúlykolja asztal is kellett. Azt mondja, hogy túl izgi álmom nem volt, Balázsa buliba készültem, öltöztem át, mikor megjegyeztem, miért nem megyek már korrekciós műtétre. Hogy lettél ennyire tapintatlan az álmában? Többször álmodtam veletek, mert az ágyban hallgatom hajnalban a rádiót, és van, hogy belealszom, ilyenkor álmodom veletek. Írja Edit. Ez még nagy dicséret nem volt ez a belealszom. De azért köszönjük. De köszönjük. Hát sajnál a romantikus részhez nem értünk el a Janival, mert beijedt a vaddisznótól az erdőben. De ne tudjátok meg, mi lett volna, ha nem ijed meg, írja Vali. Mi van? De jó, ki voltunk Valival az erdőben. Valival az erdőben voltatok, igen. Sétáztatok már, vetkőztetek, így amikor van. Egyszer csak jött a vacka. Matadtunk az avarban. Balázsral álmodtam, tök romantikus volt, vacsiztunk gyertyafén, óriásit szeretkeztünk utána. Puszi Kata. Látod. Kivel? Kata. Én is, Józsi. Engem a múltkori álmomban zoknistoppolás közben kapott te, Jani. És együtt stoppoltunk, óriási. Igen, hát ha valaki te reggel hallgatsz, és egy kicsit belealszol, akkor nyilván ők maradnak ott a füledben, nem? A stoppolás közben mi lehetett, hogy hátulról átköröltad, megfogtad, hadd vezessem a kezem. Így van. A lyuk felé. Ne kapkodj, ne kapkodj, ne olyan nagy, nem szabad egyszerre olyan ekkora távolságot átölteni. Te kis bútus. Házi munka egyébként valamilyen szinten izgató. Hát gondolj csak arra, hogy ugye annak idején Anettának is volt ez a házi munkás portörölgetős, torseprűzős, hogy hívják, egy kis neglizsében matatós. Érdekes, ez engem egyáltalán nem. Tehát az, hogy valaki portöröl, és akkor közben, ugye mennyire más, hogy működik a férfi egy női, hogy a Feldmárnak vannak erről egyébként baromi jó előadásaim, hogy egy nő takarítás közben, ugye mire gondol, legyen ebéd, legyen tisztaság, ráhajol a tűzhelyre, csinálja a pasi, aki egyébként nézi a focit, az egy csak ránéz asszonykájára, hogy lehajol és tekeri a borsófőzeléket, és megkívánja, és a kettő együtt soha nem találkozik. Ezért nem értik a férfiakat, a nőket, a nők a férfiakat, hogy miért nem ugyanakkor akarják a szexet. De hogy ez a takarítós, ez egyáltalán nem. Fura. Többször volt olyan, hogy Móni megkívánt, amikor vízkötelényt vettem a küblit. Csattad a gumikesztyű a kezeden, márod jó volt. Penészmentesítettem a fugákat, értem. Na, akarok nektek valamit mutatni. Tegnap kaptam, most elég sokan küldözgetik Facebookon, meg interneten, meg nem tudom, egy kamionreklám a Jean-Claude Van Damme-mal. Már önmagában egyébként baromi jó ötlet. A leges-leges legnagyobb. A legnagyobb királlyal. Viktor Zomborza nagy királynál is nagyobb. Hát ő szenzációs. Ugye a kezdőkép mit látunk, most megpróbálom leírni, de majd kirakjuk a Facebookra, és akkor meg tudjátok nézni. Ez tulajdonképpen egy kamion reklám, ugye Jean-Claude Van Damme a szereplő. Azt látjuk, hogy szeretnénk kinézni 50 évesen. Igen, itt van már, ti is látjátok. Jean-Claude Van Damme alszik, napfelkelte van, közeliben látjuk Jean-Claude Van Damme-ot, és mögötte ott van két kamion, de a két kamionnak csak a tetejét látjuk, tehát úgy néz ki, mintha ő állna ugye a két kamion között egy platón vagy valamin. Elindul a reklám. Kicsit ringatózik. Iszonyatosan jó hangulata van. That's what made me what I am today. Szemet kinyit. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. Bocsát, egy pillanatra megállítom, nyit a kamera, szenzációs a reklám, és azt látjuk, hogy a két kamion párhuzamosan egymás mellett tolat. 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 És Jean-Claude áll a két kamion között, a két kamionnak a tükrén, mert hogy a két kamion úgy tolat, előről látjuk mind a kettőt,
hogy hogy ugye az egyiknek az egyik tükrén a bal lába a bal kamion, a jobb lába a jobb kamionon áll. És a két kamion tolat. És karbatett kézzel áll az emberünk. És karbatett kézzel áll, várjál, még nincs vége a reklámnak. In a mindset to master the most epic of splits. Figyeld. Aha. És ebben a pillanatban szenzációs, gyönyörű reklám egyébként. A két kamion elkezd távolodni egymással, vagy egymástól, napfelkeltet, tehát szenzációs a helyszín, egy kifutón vannak, és ahogy távolodik a két kamion, Jean-Claude-nak a két lába elkezd távolodni egymástól, és szépen lemegy spárgába. És spárgán tartja magát a két tükrön, úgyhogy a két kamion még mindig párhuzamosan tolat, csak már egy kicsit távolabb egymástól. Jön a nap föl, látjuk a sivatagot, és Jean-Claude spárgázik a két kamion között. Ilyen jó kameramozgás van benne, szenzációs. Kicsit, mintha megnyúlt volna a lába, hogy eléri a két kamion. Hát igen, innentől zseniális. Egyszerűen zseniális. Igen. Az ötlet is, az ember is, hát ugye Jean-Claude tényleg a legnagyobbok közé tartozik, még egy igazi legenda, akinek azért van jócskán öniróniája is, tehát már nem veszi annyira komolyan magát, mint régen. Hát ez az angol spárga meg neki ugye a védjeje. Már hosszú-hosszú évtizedek óta. Igen, ez a védjeje, de szenzációs. És ugye a megbízhatóságot, meg a meg nem tudom mit a kamionoknál ugye egy bizonyos márkát emel ki ezzel. Hát és ugye Jean-Claude is mindig megbízhatóan hozza az ugró fordulót. Igen. Na milyen? Szenzációs, nem? Elképesztően. Jó. Mondjuk ez a tollatási rész, azt nem tudom, azt hát, lehet, hogy fordítva vették föl, és aztán visszajátszották. Az marha maceres kamionnal tolatni. Tehát és így, ennyire precízen, érted? Uh-huh. Tehát, hogy ülsz benne, berakod rükibe, és ott mindig úgy van a tolatás, hogy ott fordított kormánymozdulat van. Ugyanúgy, amikor te utánfutót húzol. Aha. Ott is megvan, ugye? Hogy biztos, hogy nem. Persze, biztos, hogy visszafelé vették föl. Tehát ez egy egyszerű trükk, hogy úgy néz ki, mintha tolatnának, és aztán szépen visszajátszottak. Tehát mindent fordítva vettek föl, az egész kameramozgást, igen. De az, nyilván, hogy ott áll a csávó, az zseni. Tehát, hogy megbirálni két ilyen kamion tükrön. Nagyon jó. Hát nem, de nem, ő áll a kamionon, de hát nem magától áll, tehát azokat simán már egy ilyen egyszerű trükkel, ugye a rögzítő köteleket, meg mindent, amivel őt kirögzítik, azt utána szépen utómunkában leszedik. Milyen rögzítő köt? Mágneses cipő maradjál már. Jean-Claude ezt bevállalt, és meg is csinálta, milyen rögzítő kötelek. Igen, és Neo is röpködött a Matrixban nyilván. Hát de itt nem röpköd, itt egyszerűen csak áll rajta. De nem. Ezt ő megcsinálta. Nincs itt semmiféle rögzítő kötél. És bespárgázott a két kamion között. Hagyjatok már. Szerintem simán megcsináltam. Simán. De hogy nem az a baj, hogy nem tudja megcsinálni. Az a baj, hogyha a kamion két kamion tolat. 20-szal. Igen. És Jean-Claude el, és az egyik kicsit arrébb rántjak. Vagy beesik a kamion alá, vagy egyébként egy 20 km/h kamion a mögött szépen leesik a kifutóra. Ezek két profik. Az egyikben a pirog küld, a másikon meg a kivés. Persze. Ezek nem hibáznak. Megcsinálták egy sima Blue Box háttér előtt, így van, fölkötötték Jean-Claude-ot, és utána oda tették, és a köteleket jó, mondjuk Laci, bármit mond, az bólogat neki. Aha. De nem, Blue Box, Laci. Ez Blue Box, persze. Hogy lenne, a két kamion, látod a rázkódását. Hát most rázadtak két 40 tonnás kamion? Na most azért komolyan, ti, akik televízióban dolgoztok, megnézitek a 300-at, a Csillagok háborút, ne higgyétek el, légy szíves, hogy Jean-Claude egyébként spárgázott két 25-tel menő kamionnal hátrafelé biztosító kötélnél. A hátrafelét nem, azt oké, azt adom, hogy ezt fordítva vették fel a reklámot, tehát elkezdték forgatni, hogy jön a két kamion, és szépen összeszűkülnek, Jean-Claude ott feláll, behunyja a szemét, és visszafelé ment a film. De áll rajta a csávó, hát látszik, hogy nem figyelj, tudom. Hogyha most... Balázs, de nézd már meg még egyszer! Nézd meg még egyszer! Ha Mark Dacascos lenne az, akkor nem hinném el, akkor elhinném azt, amit te mondasz, de ne. Jean-Claude Van Damme a képen, ő megcsinálta. Nem kellett neki ez semmi. Ez a két kamion kellett hozzá, meg ez az ennyi, aztán kész. Kb. Ennyi. Meg a nap fel. A csávó bármikor megcsinálja még mindig. Ennyi. Igen, és hirtelen kicsit megnyúlik a lába, nem? Tehát ez egy sima, nagyon egyszerű számítógépes trükk, ahol Jean-Claude spárgázott egyet, föltették, és azt szépen belerakták. Ennyi. Azért nem teszem. És akkor a Neo, és a Csillagok háborújába. De bocsánat, ő, érted, Keanu Reeves nem ugyanaz, mint Jean-Claude Van Damme. Ő Jean-Claude Van Damme, még egyszer mondom. Ha őt kérdőjelezed meg, akkor gyakorlatilag a létezést kérdőjelezed meg.
Nem, hát hülye, imádom Jean-Claude-ot, tehát ő szenzációs. Ő ezt megcsinálta. Azért nem lehet trükk, ugyanis itt arról szól a reklám, hogy ez a kamion mennyire kiegyensúlyozottan, nyugodtan, szép igen. teljesítménnyel megy. Ha ez kiderül, hogy ez trükk, akkor érted, a kamion gyártó saját magát üti arcon ezzel. Igen. Komolyan, nem nincsen semmi pláne benne gyakorlatilag. Nem teheted meg azt. Ez, már csak ezért is gondolom, meg egyébként látszik, tehát a pont a tévés szemet említetted, ha valakinek, akkor neked ezt látni kéne, hogy nincs benne trükk. Hát a félisten. Zseni, persze, zseniáni. Jó, oké, megint én tűnök hülyének. Jó, most akkor mondasz, hogy a lábak sem az övék voltam. Jó, én meg miért hozok be ilyen reklámot, de tényleg miért akarok nektek valamit megmutatni? Jó, nem trükk. Oké, tolatott. Van már egy ilyen elektronika ezekben a kamionokban, hogy ugye úgy tolat, hogy neked bele se kell nyúlni. Tehát ezt is bemutatja ez. Ennyi. Hogy így tud ilyen stabilan tolatni elektronikával, sok kocsiban is van már ilyen, nem kell neked beleavatkozni, csak úgy át egy ilyen nyergesnél azért ez egy picit nehezebb megy. Hát, és azért nekem belenyúlni. Hogyha ott minden rendben volt, akkor Jean-Claude-nál meg pláne minden rendben volt, mert Jean-Claude azért stabilabb gyakorlatok, stabilabb teljesítmény nyújt, mint gyakorlatok az egész skandináv autógyártás. Ő megkérdőjelezhetetlen. Van egy verkfilm, hogy készült. Igen. Azt is láttad, és akkor Jean-Claude beül a rendezővel, és dumálnak, és akkor ott, mintha megtudná, hogy akkor most, hát akkor kérdezi, mit kell csinálnom, és akkor spárgázni egy kamionon, igen, mozogni fog majd a kamion, hát igen, előre, nem, hátra, ó, és akkor ott Jean-Claude csodálkozik egy nagyot, ott ülnek, így széken dumálnak a rendezővel. Mindegy, tök mindegy, a lényeg, hogy nagyon jó a hangulata, nem? Óriási. Ez szenzációs. A zene is, akár. Az egész, ahogy föl van, meg maga az ötlet is, meg nekem nagyon tetszik, hogy így visszanyúlnak egy kicsit. Valaki azt írja, hívjátok fel és kérdezzétek meg. Jó. Mennyire lehetne Jean-Claude-ot elhívni egyébként? Fridinek mennyibe kerülhetett ez, mint a 96-ban? Az egy nagyon nagy kérdőjel. Tehát, hogy annak idején, amikor ugye a Fridericusnál volt, ő egyértelműen egy top akciósztár volt, tehát a legnagyobbak közé tartozott akkor is, de akkor aztán pláne tényleg első élvonalbeli volt, és akkor így egyszer csak megjelent. Én azt soha nem felejtem el, komolyan mondom. Nagyon vicces volt. Dömping volt akkor, nem? Igen. Fridinél? Aha. Óriási volt, persze. De most már azért nem annyira a kategóriás, tehát most azt mondja neki, hogy mit tudom, 25 ezer euró, és akkor eljön ide neked, és akkor lerúgja az almát a fejedről. Nem. Tök igazat van, de szerintem akközt az őt akciófilm sztár között van, akinek a nevét bárhol kimondod a világon, mindenki rögtön tudja, hogy kiről van szó. Mondjuk egyébként, ha igazán jó fejlett volna a kamionos cég, akkor ezt mondjuk mint Bud Spencerrel csinálják, nem? Tehát a Jean-Claude-ot fölrakni, spárgáztatni, azt mondom, hogy oké, de hát nyilván neki ez a védjegye. Ha ott áll Carlo Pederzoli, begyógyult szemekkel 84 évesen, és azt mondja, hogy jó, micsoda megbízhatóság, én csak ezért szeretem, igen, és elmenek a kamionok, és spárgázik egyet, nem? És ott valahol Terenke Hillot, meg nagyon vívos. Terenke hívott nagyon viva Volvo kamion platóján. Na, az úgy azt mondom, hogy jó. Na, oda kellett volna kötés. Szerintem még ezen a héten meg fognak jelenni ezek a gifek, meg mindenféle ilyen kis mémek, amik ezt fogják kiparodizálni, egész biztos vagyok benne. És ilyenkor vajon egyébként Chuck Norris meglátja Jean-Claude-ot, és azt mondja, hogy basszus, miért nem én? Biztos, hogy féltékenyek egymással, nem? Tehát Jean-Claude azt mondja, meglátja Chuck Norris, tudod, és azt mondja, hát rohadt életben, ezt én is megcsináltam volna. Rohadt Jean-Claude. Küld neki egy SMS-t, hogy nem, ott volt. Csák is ott volt, valójában a két kamion nem járó motorral volt, csak éppen üresbe voltak téve, és Csák megdöntötte. Csak vitte a vállán a két kamion. Nem, Csák a forgatás elé megfújta a két kamiont, és az egy Csák, gyere, fújj egyet, és azzal szépen elindította a két kamion. Amikor közik együtt ülnek egy ilyen forgatáson, nem? Mondjuk ott a Stallone, ott van az Arnold, ott van a Csák, meg Jean-Claude. Tehát, hogy így kinek milyen lehet a karaktere? Biztos, hogy román szivatják egymást. Hát most volt ugye ez a feláldozhatók, hát azért ők ott ugye... Persze. Én mindig azt vártam, hogy egyszer lássak egy olyan igazi nagy összecsapást, amikor két ilyen akciófilm sztár összecsap egymással. Ugye hát nekik a szerepük szerint mindig a legyőzhetetlen hőst kellett alakítaniuk a filmjeikben. Kevés kivételül ugye mindig győztek, vagy jó a végén mindig győz. De hogy tökre örültem volna neki, hogy egyszer látom őket élőben, élesben küzdeni. Egy részükről lehet tudni, hogy azért például Jean-Claude is ugye full kontakt karatében nyomta, és nagyon szép eredményekkel. Chuck Norris is tudni lehet, hogy ő is 6-szor védte meg a világbajnoki címét. Tehát ugye nagyon-nagyon komoly sportemberekről is van szó, de hogy tök jó lett volna látni őket egyszer a ringben.
A Dolph Lundgrennel láttam még egy pár évvel ezelőtt egy olyan felületet, vagy egy ökölvívóval csapott össze. Mondjuk ő nem boxoló volt, ő kiós volt. De miért gondoljuk, hogy ők valójában tudnak bunyózni azért, mert akciósztár? Hát azért, mert például... Hát Jean-Claude igen, de azért... De hát mondjuk én sem tudom elképzelni, hogy Stallone nagy verekedő lenne, bár az izomzata megvan hozzá, de a technológia az meg nem biztos. Ha? De nem. Hát és miért is Dolphit kiütötték? Lenyomták egyébként. Ő nem annyira jó ökölvívó, mondom, ő kiós, tehát egy kiokosinkai karatéban nyomult, és nyomult talán mind a mai napig is valamilyen szinten, de lábát nem nagyon használhatta, mert ökölvívó mérkőzés volt. Úgy nehéz. De úgy jó pofó volt látni. Nem szólunk a Tibi bácsinak, hogy hívja meg? És hogy küzdjenek meg egymással. Nem, hát főleg, Tibi bácsi, van még a műsorod? Aranyom, és akkor azt mondják, hogy Tibi bácsi, hívd már meg nekünk Jean-Claude-ot. Hívd már meg össze, és a Rákóczi Ferit szeretnénk meglepni egy ugrófordulóban. Barátszolok a mester vagy. Köszönj már, picsába, hülye vagy. Mert Tibi bácsi egyébként kicsit szabad. Ilyen viszonyban vagyunk egymással, persze. Hát csak erre akar célozni. Sose felejtem el azt a készátverést, amikor a növényivel vertük át a Bárdosit. Méghozzá úgy, hogy a növényi egy dunaparti cukrászdában beismerte a Bárdosinak, hogy meleg. De nagy volt, júj! Csak hogy megérkezett a jelenetbe Dévényi Tibi bácsi. És már ott ült a növényi a helyszínen, fülében a fülessel, Dévényi Tibi bácsi pedig belépett a jelenetbe, ő nem tudta. Hogy ez itt egy készátverés forgatás. Leült a növényivel szembe, és elkezdtek beszélgetni. És mondtam a Norminak, hogy oké, tartsunk egy főpróbát, vald be a Tibi bácsinak, hogy te most azért vagy itt, hogy egy fiúval találkozz. Hát fia, ha láttatok már igazán megdöbben tartott a Tibi bácsi, lesz egy randim, mondja a növényi. Milyen randim? Lesz egy randim, hát tudod, de nem úgy, én más vagyok. Na, menj a Norvi, ne hülyeskedj már. De hogy fiúval randizom. Figyelj, azt az arcot, amit vágott az öreg, az valami elképesztő volt. És mondta, hogy hát mondta Norbi neki, hogy eddig feleség, meg csajok, de most szeretném végre fölvállalni, és egy fiúval randizom, nem baj, Tibi bácsi, most megbocsátasz, hogy elmegy. Kész volt. Tehát ő neki nem mondtuk el, hogy ez egy átverés. Kámozol, Norbi, akkor vagy te homár, amikor én Béltót. Így fölállt, és látszott rajta, hogy úgy ment el az asztaltól, hogy egy kicsit így meg volt rogyva, és így milyen asztalba egy belekapaszkodott. Egy világomlott össze benne. Utána se beszéltetek? Utána se mondtuk el neki, hogy fölállt, tudod, így nézte még a Norbit, így körbenézett, és így elment, és ő abban a tudatban élt, ha nem nézte meg a felvételt, vagy neki nem szólt valaki, hogy a Norbi egyébként meleg. És Norbi aztán még meg is mutatta azt a plüss elefántot, a rózsaszín, amely aztán nem került adásba, hogy hát egy ezt vette a fiúnak, és nem sokára jön a fiú, és hogy ha most megbocsátasz, Tibi bácsi, nekem randim lesz. De nem azzal, egy fiúval. Elképesztő volt. Fölállt, és így megrogyott. Növény Norbi egyszerűen zseniális volt. De Bárdos is benyalta aztán. Persze, benyalta aztán. Fél, ezt az egészet csak azért csináltam, mert hogy, tudod, az összekapaszkodások meg. Igen. Azt írva, van még valaki, aki ezt három kamionnal is megcsinálja. Ő Chuck Norris. Igen, beszéltünk erről. Na mindegy, a reklám szép, tök mindegy, hogy trükk vagy nem, nyilván az, de... Nem az! Nézd de meg, szép, nem lehet. Szép és jó. Nem értette ezt a dolgot. Nem. Nem, mert nem hiszel benne igazából. Chuckban? Vagy Jean-Claude-ban? Jean-Claude-ban. De, imádom, szeretem. Sajnálom kicsit már, hogy ez a videókorszak így leáldozott, nem? Hogy már nem ilyen típusú filmek készülnek. Szóval Supercellát láttátok? Az Arnolddal meg a Stallone néven? Hát láttam már valaki? Hír, hogy végre együtt a végre együtt hős. Újra, igen. Milyen Zsűl? Nagyon jó? De neked jó, vagy nézd meg az arcán, hogyha pörög tőle, most volt moziban. Pedig a Zsűl nem az a tipikus akciófilm rajongó. Tök jókat hallok róla, én is meglepő, már a neve alapján, bár lehet ez egy magyar cím, de hogy állítólag szenzációs. Supercell. Tessék? Ajánlom. Igen. Zsűl ajánlásával. Pedig Zsűlnek a kedvence. Dragon Wilson valójában. Ő nem nagyon csípi. Zsűlnek a kedvence Michael Dudikoff. Úgyhogy... Nem, tényleg jókat arról az ember. Na jó van. Lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire. Jó, játszunk majd a hírek után. Jöhetnek a jelentkező SMS-ek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt. Mennyi játék megfejtésünk van, Úristen. Hungária körúton az MTK pálya felé a Molkút után a belső sávot lezárták, mert füvet nyírnak. Ezt a maraságot miért reggeli forgalomban kell csinálni, írja Tibi. Fűnyírást?
Hát hajnalban nyírsz füvet, ugye? Párás a levegő, és akkor szebben állnak a fűszálak. Aha. Tényleg. Tényleg? Aha. Ez lehet az oka? Vidéken így van. Hát igen. Meg az állatok is jobban szeretik a harmatosat, így nem? Van, és akkor gondolom, amikor itt levágják ki, elviszik, mindenki boldog. Jó kérdés, de tényleg. Jó kérdés. Minden nap vonattal járok dolgozni, apósom a MÁV-nál dolgozik, de mostanában érthetetlen módon nem vagyunk jóban. Érekünk egy hallgató. Az Egresi téren egy autós 5 órakor szabálytalanul előzve nekirongyolt a kereszteződésbe lévő oszlopnak, totál károsra törte a kocsit, párocska kiszállt, és a kocsit hátrahagyva elsétált. Azóta ott áll a kocsi félig belógva az út kereszteződésben. Milyen emberek vannak? Írja Maci. Hát most... Most tovább menni nem tudott vele, hát ugye? Neki sietni kellett melóba, ott hagyta. Elmentek, ittak egy kávét. Nem? Vagy még egy feles. Vagy még egy feles. Igen, nincs ezzel baj. Van egy nagyon helyes kis felmérés azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeket hányszor bántják kiskorukban, de most nem erőszakra, meg családon belüli erőszakra gondolunk, hanem hogy milyen traumákat kell elviselni a gyerekeknek. És... az egyik vezető dolog ezekben a gyerekkori traumákban azok a különböző becenevek, csúfnevek, amiket rád raknak ugye az iskolában, óvodában, és állítólag az nagyban meghatározza, hogy neked milyen lesz a személyiséged felnőtt korban, hogy hogyan, miképpen csúfoltak téged. Barack Obama is megszólalt, ami nagy fülei és a furcsa neve miatt kellett elviselnie, és rengeteg magyar híresség is nyilatkozik, hogy kit miért zaklattak, meg kit hogyan csúfoltak gyermekkorában. Ez ennyire szörnyű egyébként, nagyon. Amikor gyerek vagy? Nagyon, ugye? Szörnyű. Nagyon, nagyon. Hát én egy hármas szettet tudok neked mondani. Szemüveg, kezdődött ezzel. A szemüvegeseket is bántják nagyon a gyerekek, tényleg? Nem mondod, optika. De most ezzel mi a baj a szemüveg? Erre mondjak egy... De miért ez tényleg egyébként tényleg frusztrált felnőtt korodban, vagy erre te így emlékszel? Ja nem, de hát szerintem a jelenformálásban sokat segít az emberen, ha föl tudja dolgozni. Ha nem, akkor egy életen keresztül viseled. Már nem csak a szemüveget, ugye, hanem ezt a becenevet is, mint például az optika. Az optika nagyon jó. De nagyon sokat. Igen, hello optika. Kicsit ilyen tudományos, kicsit ilyen okoskodó. Tehát annyira nem pejoratív. Nem, annyira nem sértő szerintem. Találtad ki most nekem, tehát nyilván nem. De így neked nem, de azért gyerekkorban ezt hallgatni mindig, meg ugye ennek van egy ilyen olvasat, hogy a focizni megyünk át, optikát nem visszük, tudod, úgy se látsz. És akkor innentől kezdve már annyira nem vicces a dolog. Neked mi volt? Volt valami gyermekkorodban? Hát ezek a ilyen, nyilván ilyen hókuszpókozás, meg mit tudom. Hókuszpók, az mit jelent? Hát ilyen kis kopasz gonosz. Tudod. De mi gyerekkorodban is kopasz voltál? Kopasz voltál, majd megkopaszottál? Ilyen kis csutakra volt vágva mindig a hajam. Soha nem volt, hogy igazából hosszú. Fatalom mindig adott így a higiéniára, meg ízen, tudod, így küzdöttünk a tető ellen. De gyerekkorban sok mindenkinek rövid a haját. Azért, mert gyerek a gyereket nem bántja, mert rövid a haja. Vagy foltokban volt rövid? Vagy Igen, hogy hívják, hogy egyszer beszort véletlen peronoszpora ellen. Bókáztam a szőlőbe. Nekem mindig nagyon rövid volt. Nagyon rövid, ilyen nagyon rövid sportos volt, és hát ugye nem voltam nagyon daliás méretű sem, mint ahogy most sem vagyok az. Nyilván ezekből a dolgokból kifolyólag kaptam magamnak. De várj, valaki alacsony növés, ez nem úgy, hogy együtt nő a gyerekekkel, majd egyszer csak megáll, és a többiek tovább haladnak? Én nem nőttem velük együtt. Tehát mindig. Nem, én mindig. Neked ezt kiskorodóta el kell viselni? Voltam. Igen? Soha nem volt olyan, hogy lett volna nálam alacsonyabb az osztályba. Tényleg. Nálam meg soha nem volt magasabb. Az első tablóképünk így néz ki, mutatom neked. Tanárnéni, egy fél méterrel a diákok, és Rákóczi Feri a másik végén. Ez nagyon nagy szívás egyébként. A legmagasabbnak, meg a legalacsonyabbnak azért szívás, mert például az iskolai ünnepségeken én soha nem tiskuráltam a többiekkel, soha nem mulattattam az időt mással, soha nem lazíthattam, mivel mindig én álltam legelő. És mit mond a gyerek a gyereknek? Mert tudom, hogy a gyereknél egyébként hogy anyád. Nincs gonoszabb. Hát igen. Illetve nem is tudom, hogy gonoszak és őszinték sokszor, de sok gyermekben azért ott van az igazán bántó gonoszság. Ugye a gyerekek tudnak azért gonoszak lenni. Kiskorban még őszinték, aztán azért a nagyobbak összeállnak, frotlizlák a kicsiket, hát ott azért így előjön ez a szadizás. Azért gáz a dolog, mert olyan miatt cikiznek például.
például a magasságod, vagy a alacsonságod, az nem tudsz mit csinálni. Igen. Hát ő nem lesz nagyobb, én nem leszek gyerekeknél alacsonyabb. Csak létráztak meg a létrás optikus. Gyerek gólyaláb, meg ilyeneket? Igen, ilyenek. Igazából egyébként még gyerekeknél meg nem is annyira fura. A fura az, amikor felnőtt emberek írják ugyanezt. Tehát, hogy az igazán nyomorult, amikor még felnőtt korban kapott, meg szintén felnőtt emberektől. Csajokat mi mivel bántottunk, vagy mivel lehetett őket? Nem emlékszem olyan lányokra, akik mindig gúnyoltuk őket, ugye, vagy azért, mert tetszettek, vagy azért, mert nem tetszettek, vagy mert szerelmesek voltunk, de mindig volt ilyen, hogy, hogy őket így gúnyolod. Hát ott is a szemüvegesség, az szerintem az egy alapvető dolog volt, meg hogyha valaki egy kicsit túlsúlyos volt, akkor ez a kettő úgy bejátszott, mert akkor még azért olyan hogy is mondjam, más nem nagyon figyeltél oda. Tehát ott nem volt ez, hogy kicsi a melled, nagy a melled, kicsi a feneked, nagy a feneked. Hát szerintem, de hogy nem. Tehát ez a hogy ne, egy idő után már a mellosod, ez előszappanozzák, hátul habzik, nem mondtatok ilyeneket csajoknak? Nem? Emlékeztek ezekre a nagyon rosszakra? Nézd, már előszappanozzák, hátul habzik. Nem emlékeztek erre? De ilyen nagyon sok volt ilyen. Általánosban náluk még nem játszott ez. Tehát, hogy ott azért... Figyelj, azért 7.-8. már ott lehetett látni a domborulatot, ha volt. 7.-8. meg konkrétan csajoztam. Én nem gúnyoltam senkit, annyira le volt esve mindig az állam, tudod, hogy... Én a 7. osztályban én már jártam egy 7. de 7. osztályban te még nem csajoztál. De... Jaj, most ne gyere már elő megint a izével, a rutinos amoróza valaki végig. Nem jövök elő, csak azt mondtad, hogy nem figyeltétek a csajok mellét. Hát ha nem figyeltétek a csajok mellét, akkor nem azt mondtam, hogy nem figyeltük a csajok mellét. Nálam többet nem figyelte többet senki a csajok mellét. Csak emiatt nem gúnyolottunk meg, emiatt nem tettünk úgy megjegyzéseket, bántó megjegyzéseket. Inkább elismerőeket. Hát persze, hogy figyeltük. Hát én nagyon szeretem mindig a tornaórákat, de nagyon sokszor jelentettem beteget azért, hogy a kispadon figyelesen vagy körben futnak. A csajokat nem frociliztuk úgy szerintem. Nem? Nem. Azért ott volt egy, tehát tudtad, hogy ebből még lehet valami. Megkóstolgast. Igen. Vagy legalábbis reménykedtél benne. Hát de már ott is voltak olyanok, akik nem úgy nőttek, nem úgy fejlődtek, és akkor fiúsak voltak. De nem tudom, akkor se nálunk, csak a fiúk között ment ez a dolog. Hogyha mondjuk vita volt, vagy ami összeveszés volt, akkor nyilván ezek voltak az első érvek rögtön. Tehát amikor, meg amikor már elfogytak az igazi érvek, akkor jött elő ez a jóban pufi krumpli. Ezzel le volt és akkor, nem, ezzel nem volt lezárva. Nálunk volt konkrétan olyan verekedés az osztályban, amikor egy birkózó srác egy hát lepufizott kislánnyal verekedett össze elég csúnyán, és hát érdekes volt, mert hogy azért partiban voltak. Pedig az egyik, az egy jó országos bajnok. Cselkács az a birkózó volt, és mégis. Valahogy azért Nyilván ilyenkor már egy idő után, amikor elfogynak így a sértések is, akkor egy kis adok-kapok. Józsi írja, ez az elöl deszka hátul lét, ez megvan? Elöl deszka hátul lét, a legnagyobb klassz. Ha túl nagy melle volt egy lánynak, akkor is találtál jelzőket. Tehát tényleg tudnak a gyerekek gonosz lenni, akkor tejcsárdáztunk hangosan. De ugye? Úristen. Ezért ezek megvannak, hát nem mondjátok, nézd már tejcsárda, nézd már tejcsárda. És ott ment egy 13 éves kislány, óriási mellekkel mondjuk, és minden fiú elmondja, nézd már tejcsárda. Ez elől, igen, deszka hátul lét, hát azért ezek nagyon mentek. Nem véletlen, hogy én is tejtermékgyártó lettem. Neked ez igen, egy ilyen már gyermekkori beidegződés. Nálunk nagyon jó volt a leosztás. Tehát, hogy nálunk az általános iskolás osztályomban, nagyon jó volt. Nagyon jó tanáraink voltak. Nagyon jó diáktársaim is voltak. Nagyon. A 7. voltam, amikor egy osztálytársamnak masszíroztam a mellét osztálykiránduláson. De mert fájt neki. Bonanzát hallgattunk, rajta feküdtem hátulról, Andinak hívták, és masszíroztam a mellét. Tökéletes este volt. Hátulról masszíroztad előre fele? Hason feküdt, én ráfeküdtem a hátára, és úgy masszíroztam a mellét. Andinak hívták, mondom, Bonanzát hallgattuk, a valami véget ér. Tökéletes. Valami fáj. Valami fáj, igen. Miközben az osztálytársaim már aludtak. Igen. Valahol a Mátrában voltunk, Andinak hívták. Én emlékszem rá. Igaz szerelem volt. Gyerekek, az este odaértem. Tehát ott felnőtté váltam. Őt nem csúfoltam. Jó csaj volt egyébként. A csajoknál tényleg ez volt, amit a Feri is mond, hogy ott azért mindig arra gondolt az ember, hogy hát ebből még bármi lehet, úgyhogy inkább őket ne bántsuk. Csendesen. A név is ugyanilyen rohadék egyébként. Na? Rákóczi Ferenc, szerinted? Kaptál-e mi? Persze. Nézd már, ott megy egy, hol a lovat? Volt ilyen? A mi falunkban ez nem ritka név a Rákóczi, tehát több család is van. Ferenc is van, de nem olyan sok, úgyhogy az azért különlegesebb volt. És az tudod, miért volt a nyomorék rohadvány? Mert a tanárok közül is volt olyan aki például az egyik középiskolás tanár. Mi van, fejedelem?
Ez idáig, várjál, ez így, így önmagában ugye nem. Ezt tolta. Tudod, mi az a fejedelem? Hát, hogy a fejed az elem. A víz is egy elem, hogy víz a fejed, érted? És ezt mind, és ezt hetente mondjuk mindent értek, meghallgattam. Én megértem, ötször. Hogy ez lettél akkor. Ugye? Hát csoda, csoda, hogy élek. Abszolút. Nem lettem öngyilkos. Tehát ennél sokkal frusztráltabbnak, neurotikusabbnak, zaklatottabbnak kellene lenned, ha te ezt heti ötször meghallgatod. Jó, ahhoz képest egy egész épp személyiség lettél. Látod? Hát szemüveg, elem. Ezért, nagy darab, magas, és a fejed elem, hogy a víz is egy elem. És ezt ötször hetente. Bancsa, nem voltál gyerekkorodban? Nem. Nem? Nem. Az lett volna még a jó kis leragasztott fejbe. Leragasztott szemüveged, egyenesítik a szemedet, Bancsa is vagy, Rákóczinak is hívnak, fejedelem is, magas is vagy. Tehát az, akkor véged van. Akkor véged lett volna, igen. Innom kéne valamit, vagy nem tudom. Lehet, hozzunk valamit. Erősen. Na. Lehet, de, hogy a csili, a tegnapi csili most. De ha viszont táncoljunk is. Akkor mindenképp. De szerintem önmagában a csúfolódás az egy dolog. Azzal még nem lenne akkora probléma, hogyha nem járna egyfajta kiközösítéssel. Tehát, hogy mert onnantól kezd a dolog nagyon-nagyon kellemetlenné válni, amikor ez így elharapozik. Amikor az egyik elkezdi bántani a másikat, aztán még egy ember csatlakozik hozzá, meg még egy, és aztán egy kórusban. Hát igen, de a gyerekek ilyenek, összeállnak. Mindig az erősebbek összeállnak, és akkor a gyengébb rovására. Ha erős vagy, tudsz csatlakozni az erősekhez, ha gyenge vagy, akkor te maradsz ott egyedül. De miért nincs ilyen sok gyenge áll össze, és akkor az erőset flocléza? Ilyen sosem volt, tudod. Mindig az erősek bántják, aki ilyenek a gyerekek. Hát ez, igen. Az kéne, hogy sok gyenge megver egy nagyon erőset. Akiket nagyon csúfolnak. Na jó, várunk SMS-eket, hogy kit hogy bántottak, vagy miért, jó? Most pedig Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Tipikus gyerekes csúfolás van melled, akkor miért nem hordod? Megvan? Igen. De szeretünk. Van melled, akkor miért nem hordod? Igazán gonoszak tényleg a gyerekek tudnak lenni. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Én mi vagyok Lőrincről? Jaj! Ne! Ne, ne hűlsz! Most nem mondod elő! Ne! Pont a vonalat. Kamuzi. Na jó, nem, Albert is erről. Na. Imi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Oké. Okay. Tolatnak két kamionnal. Igen, tolatással mutatjuk, mit énekelnek. Na. Hát ez nagyon tűnik. Hölgy, külföldi. Aha, jó vagy. Igen. Hát hogy hölgy, hát, vagy hölgy, lány, vagy fiú, ezt sosem lehet náluk tudni. Belterjes család, az biztos. Igen, ez a ez mi a family? Kelly family? Az bizony, igen. Kelly family. Most énekeltem karaoke-ban, nagyon jó. Húha. Nem áll, hogy ilyeneket énekel. De itt áll előtte. Összes hangon egyszerre. Igen, ez, hát ez Kelly Family volt. A belterjes, önmagával szaporodni képes skandináv család. Ahol az apa a lányával, a lánya a tesójával. Ebből lettek ők 30-an. Gondolom csak az örökség miatt, hogy egy helyen maradjon a vagyon. Oda egyszer bekerülsz. Ott megvagy. Nem, inkább szegény a halok meg. Igen. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Hát köszönöm szépen. Másodszor jöttem már SMS-nek, úgyhogy ideje volt. Van, aki mondjuk így 50-szer ír nekünk SMS, és abból se semmi, úgyhogy nagyon szerencsés vagy. Nagyon szépen, köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Egy perc múlva 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. 8 óra múlt 14 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Morning show hallgatók. SMS számunkat ma még nem is mondtuk. 06 745 00 00. Ide várunk közlekedési híreket is. József körút botrány. A dugó hosszú percek óta nem mozdul. Az autósok kiszállnak az autókból. Aki tud, a villamos sineken visszafordul. Ezt Perec küldte nekünk. Ikrényi vasúti átjáró sorompó nyitva. A fénysorompó nem működik. A vonat jön. Jézus Mária, vigyázzon mindenki. Német a gázfutár és egyben a nap hallgatója is. Martonvásár MÁV tájékoztatás, vágányzár van, mivel a kivitelező ismeretlen okok miatt nem fejezte be a munkát. Elképesztő. Ennyi. Üdv Ákos. Szeretnénk beszélni majd a MÁV Start szóvivőjével, Anettel, hogy elmondja mégis, hogy még mire lehet számítani azon embereknek, akik ugye hát vonattal próbálnak bejutni a fővárosba, úgyhogy ma még mindenképpen megszólaltatjuk őket, hát ha tudunk azzal segíteni, hogy még hány nap türelmet kér a MÁV, legalább ennyit mondjanak el.
Örsvezértér felé a Nagy Lajos Király út végén buszsávot festenek a reggeli csúcsban, írta nekünk D, hatalmas a dugó. Valamint a Hungária körúton az MTK pálya felé, a MOL kút után a belső sávot lezárták, mert füvet nyírnak. Szenzációs. Óriási kora reggel. Mikor? Hát most ért, vágási. Vágási méretre érett a fű, nem? Nagyon jó. Az M3-ason Budapest felé a 204-es kilométernél mérnek, figyeljen, aki arra megy, ezt Eszter küldte nekünk, és a Cseszneki pihenőnél van egy KPM ellenőrzés, ez pedig Taki küldte. Na, mi pedig ugye arról beszélgettünk, hogy az UNICEF szerint minden tizedik fiatal szenved az erőszak valamilyen formájától, és ez főleg az iskolai csúfolásban mutatkozik meg. És sokszor ugye az a baj, hogy gyerekek nem tudják elmondani, hogy ki bántja őket, miért bántja őket, és milyen gyakran, viszont az biztos, hogy ez mindenkiben mély nyomot hagy. És arról beszélgetünk, hogy kit, mivel, miért bántottak óvodában, általános iskolában, hát talán gimnáziumban már nem annyira jellemző, de ott is, dehogy nem, 14-18 között még bőven. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy ők mivel bántottak, vagy őket mivel bántották. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Hol a melled? Az Ofotértben nagyítatni? Kérdezi Norbi, ugye? Nagy duma volt. Az Ofotértben nagyítatni? Az Ofotértben nagyítatni? Norbi írta. Nagyon ki van találva. Igen. Az én kisfiam a Taksonynak hívják, nem volt semmi gond, míg nem voltak az állatkertbe. Ott a gorillát is Taksonynak hívták. Sziasztok, 8 évesen szemüveges voltam, és dadogtam, szerintetek? Hú. Csajcikizés régen. Olyan viccet mesélek neked, hogy behorpad a melled. Ja, bocs, neked már mesélték? Szemét. Na, és akkor önbizalom hiányos nők Magyarországon, hát szerinted? Ez nagyon jó. Engem például a fogszabályzó miatt csúfoltak 2 éven át általánosban, mai napig bánt a dolog, pedig már 26 vagyok. A másik pedig azért volt, mert apukám után a munkahelyre minden nap elvitt a suliba kocsival. Az osztálytársa közül baj, nem csak nekünk volt autónk. Üdv Betty. Szeretsz focizni? Igen. Akkor miért nem tanulsz meg? Jó, hát ez nagy klasszikus. Ez átível évtizedeken is. Ez igen, ezt még felnőtt korban is nyomjuk. Én dadogok. Engem mindenhol csúfoltak, viszont szerettek az iskolában mindig, mert azt akarták, hogy én feleljek, akkor elmegy az egész óra velem. Velem jól járnátok az igen nem játékban. Egy perc, mire elmondok egy mondatot. Ne hívjatok, üdv Zozó. Zalának hívnak, Csalának csúfoltak, nevet akartam változtatni Krisztiára, mert őt nem csúfolták. Igen, Soliba, olyan viccet mondok, hogy leesik a mered, oké. Ursulának csúfoltak általánosban a Bubodoki asszisztense után. Igazi elégtételt jelentett, mikor sok év múlva lapos kúszásban jött az egyik az irodámba segélyt kérni. Kérdeztük, hol lehet kapni ilyen csúcsos pólót? A válasz, ahol ilyen lapás gatya, ahol ilyen lapos gatyát. Ilyenkor csöndben maradtunk, írja Attila Sopronból. Digidagidaganat kergeti a halakat. Igen. De a halak ügyesek, digidagi jelesek. Vagy megfogott egy feketét, csókolt meg a fenekét, ez megvan. Mi még így csúfolottunk, így a Szatyi. Hali, van otthon hűtő nálatok? Igen. Akkor miért a füledben tartod a zsírt? Jézusom, de szagyú gyenge. Nagyon jó. Ezekre mind emlékszem. Kár, hogy ezt nekem mondta. Nem ismertétek? Nem, ez szörnyű. Én még itt újat nem olvastam, az összeset ismerem. Én nagyon rohadék általánosba jártam, nagyon sokat bántottak minket is, meg mi is bántottunk sok mindenkit. Iszonyat ceplős voltam, így hát én voltam a pulyka tojás. Klasszik. Ma már szeretem a néhány megmaradt pöttyöt, írja Eszter. Engem a súlya miatt kocának hívtak. 2 évig tűrtem, aztán orbanyon nyomtam a nálam 3 évvel idősebbet, írja egy hallgató. Kocka a vezeték nevem. Aha. Sokszor csúfoltak emiatt kocka cukornak, bűvös kockának. Egészen addig, amíg az egyik esernyőmmel le nem ütöttem egy fiút. Utána már nem csúfoltak, így a Ildikó. Igen, ha egy csaj megvert egy fiút, akkor ott lett tekintély, nem? Ez fiú-fiú között is van, sokan írják is, hogy ez volt az erőszak tevés volt a megoldás rá. Bizonyám. Puff, egyet odaversz, rögtön barátok vagytok. Igen. Azóta is kékfoltos a mellkasom környéke, Balázs, írja Andi. Ugye a macirozos története. Andinak hívták egyébként? Andi volt, Andi. Igen, igen, igen. 2 Andi volt, nem 3 Andink volt. A Gintl Andi, a Tóth Andi, meg a Petrics Andi. És ő melyik volt? A P betűs. A P betűs, aha. Igen.
De mind a hármat? Nem. A Gintlandi utált engem, a Tóth Andi egy picit testes volt, és ez miatt elég sokat bántottuk, meg a Gintlandi nagyobb darab volt, és állandóan megvert engem. Volt a Sterák Ági meg a Gintlandi. Ők rommá vertek mindig. Tehát háromszor akkorák voltak, mint most a Feri. Mi meg ilyen 30 kilósak. Horváth meg Kovács nem is volt az osztályotokban, csak ilyen... Tóth Andi volt, Horváth Andi nem volt, Horváth Andrásunk volt. Megnyugodtam, hogy Horváth rendes Andrásunk. Osztály. Jaj, Ginzl meg Sterák. De volt Süvöltös Edina is. Az tök, de jó név. Juhász Ákos, Süvöltös Edina. Csak ilyen fura osztálytársai voltak. Nagyon jó osztály voltunk egyébként, nagyon szerettem őket. És mire emlékszel a cicikből? Jó volt nagyon? Vagy nagy pulóver és semmit nem érzel? Figyelj, akkor annak is örültem, hogy ott... Ha mohert tapogatod. De csak egy kis moher fonál jutott már a kezeid közé, már a hetedikes korodban. Hát, ott voltál a hasánál, és már nem tudtad, hogy mi van. Tehát akkor, tehát azért... Ha elvesztetted a fonál. Persze, hát akkor ez még nem úgy volt. De és a tanárnő elől ült? Nem tanárnő volt, Pali bácsi volt az osztályfőnök, és ez este volt, tehát már az osztálykiránduláson voltunk fönt a Mátrában, egy ilyen vendégházban. És hálózsákokon aludtunk, és hát gondoltam akkor, hogy biztos fázik. De mondta, hogy nem, de azért a biztonság kedvéért mégis megmelegít. Fázott, felmásztam rá, és picit megmasszíroztam. Teddy Derekz, nem. De. Szállj már erről, de. Rohadtul Teddy Derekz. Elfi, akkor ezek nagy kalandok voltak. Osztálytali van? Volt egy pár évvel ezelőtt osztálytalálkozó, igen, el is mentem, nagyon jó hangulatú volt. De jobb osztály voltunk, mint a gimnáziumban, tehát úgy jobban emlékszem rájuk, meg jobban kedvelem őket. Igen, az általános az maradandó mindig. Azok nagyon beégnek azok az évek. 92-ben ballaktam, és most volt osztálytalálkozónk 3 évvel ezelőtt. Tehát 2010-ben egy 92-es ballagási általános iskolás osztálytalálkozó, jó volt. Sokszor az a baj, hogy így elveszítik az emberek a fonalat, és így elkavarodnak annyira egymástól, hogy utána nem találják meg, és akkor nincsenek semmiféle, nincsenek elég kontakt, nincsenek már meg a címek, nincsenek már meg a telefonszámok. És képzeljétek el, hogy van egy olyan állami szervezet, erről mi még nem beszéltünk, aminek nagyon fura neve már, hogy úgy hívják őket, hogy közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala, de hogy ők egy bizonyos kisebb összeggért cserébe az ország területén bárkit, bárhol név alapján meg tudnak keresni, felveszik vele a kapcsolatot, és hogyha ő is kapcsolatba akar lépni veletek, akkor összekötnek benneteket egymással, és ehhez elég egy név, meg az anyja neve esetleg, egy születési dátum, de még csak az is elég, hogy merre fele lakik, és ők megtalálják helyetted. Tehát nem kell a Facebookon keresned, nem kell ivivezned, nem kell semmi komolyabb kutatómunkát végezned, ők még akkor is megtalálják, hogyha az illető nemet változtatod, de tényleg. És nekik ez a feladatuk. Csak nagyon hülye nevük van, és nagyon kevesen tudnak róla. Igen. Úgy osztálytalálkozót így szervezze, hogy szólsz a hivatalnak, srácok, július 12, neked. Szombat dél. És 30 embert úgy összeszednek az ország területéről bárhonnan, mint a pingy. Igen. Tudom, ez léteznek. De fizetned kell nekik. Aha. Igen, de néhány ezer forintról van szó. Na, Lukács Csabával már beszéltünk a héten, és ugye ki volt a Fülöp-szigeten, és napok óta hallani egy olyan magyarról, akit ugye nem találtak. Ez ugye? Így van. Napok óta keresnek egy D. Gábor nevezetű magyar embert, és a Baptista Szeretett Szolgálat Vészhelyzet Kezelési Osztály igazgatója is nyilatkozott, hogy keresik ezt a magyar fiatalembert, aki bejelentkezett, segített, majd napokra eltűnt. És úgy néz ki, hogy sikerült megtalálni, de hogy és milyen körülmények között, azt egyelőre még nem tudjuk, de most próbáljuk kideríteni. Itt van velünk Lukács Csaba. Hello Csaba, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt nektek, jó napot nekünk, itt már 3:30 van. Hey, jó, igen, ti már 3:30 vagytok, ugye, mert hogy előrébb vagytok az időben. Ti most hol vagytok helyileg, Csaba? Most érkeztünk meg a manilai reptérre, és a nagyon jó hír az, hogy velünk van Gábor is, és a felesége is. Sikerült őt kihozni arról a szigetről, ahonnan eddig még nem jött ki senki, és gyakorlatilag mindenki ki akar jönni. Tehát egy nagyon fura helyzet van, és igazából ez volt a mentési akciónak a legnagyobb kérdőjele, hogy attól féltünk, hogyha mi bármilyen járművel megérkezünk a sziget közelében, akkor emberek ezrei fognak ránk szaladni, és egész egyszerűen nem lehet majd nekünk sem eljönni, mert kétségbe esetten próbálnak menekülni emberek. Most egy ilyen szigeten több ezer ember közül hogy sikerült megtalálni Gábort végül? Hát nem volt, tehát nem mennek a mobiltelefonok, és nem tudtuk vele beszélni, egyetlen egyszer sikerült kapcsolatot venni vele. Tudtuk azt, hogy hol lakik, tehát méterre pontosan tudtuk a lakhelyét, és akkor a tegnapi nap folyamán 6 különböző bejutási kísérletünk bukott meg. Volt egy pillanat, amikor már én is laktam, hogy ez nem fog sikerülni,
és ma reggel nagyon korán, gyakorlatilag napfelkeltekor sikerült bérelni egy helikoptert, és nagyon korán megérkeztünk egy focipályára, kértünk a parti őrségtől segítséget, hogy védték a helikoptert, és akkor elment a kollégám, csak négy hely volt a helikopteren, és csak egy ember tudott tőlünk menni, Szalajta László mentési vezető, ő kiment az emberek közé, elment a Gáborék lakására, töltötte őket, azt mondta, hogy csomagoljanak össze, és elvitte a sportpályára és a helikopter után a felszálltaljuk. Ez nagyon kemény. Azt mondtad, hogy védték a helikoptert? Tehát meg kellett védeni ők azért, hogy ne szálljanak föl rá mások? Hát mivel egy focipályán belül szálltunk le, egy stadion belül, így gyakorlatilag az emberek csak azt látták, hogy leszállt a helikopter, és nem tudtak bemenni. De hogy értsétek, hogy mennyire súlyos helyzet van, a tegnap azon a szigeten három zsák rizsért lelőttek egy embert. Tehát annyira kétségbeesett helyzet van, annyira éheznek, és annyira reménytelen a helyzet, hogy akiről azt sejtik, hogy van élelmiszere, azt adott esetben meggyilkolják, hogy megnézzék, hogy tényleg megvolt az élelmiszere. Gáborék... Elképesztő helyzetek vannak, ez európai fejjel. Bocsánat, csak közben. Igen, itt vagyunk, bocsánat, hogy közben. Gáborék, mit csináltak pontosan a feleségével ezen a szigeten? Ők ott ragadtak, vagy ők menteni mentek ki, vagy már a vihar előtt ott voltak, és nem, ott ragadtak? Ők a vihar előtt itt éltek, neki a felesége egy Fülöp-szigetet, egy nagyon szép hölgy. Ő egy üzletet nyitott ezen a szigeten, egy internet kávézója volt, meg nem tudom, valami mellette. Tehát ő itt élt, itt képzelt el az életét, de közben jött a tájfón. És ő lépett veletek kapcsolatba, vagy a baptista szeretetszolgálata, hogy próbáljátok meg kihozni, vagy a magyar nagykövetséggel, hogy mentsétek ki onnan? Ő nem tudott kommunikálni. Az édesanyja, a Magyarországon élő édesanyja kereste meg kétségbeesetten a szeretetszolgálatot, hogy a tájfun óta nem tudja fölvenni a kapcsolatot a fiával, és próbáljuk őt megtalálni. És akkor mi elkezdtünk ezen dolgozni, mindenféle kapcsolatokon, például megkértük a parti őrséget, hogy mert tudtuk azt, hogy nekik van rádió kommunikációs hálózatuk, ami működik ellentétben a mobillal és minden mással. Akkor sikerült azt elintézni, hogy egyik rádióról átszóltak a másik rádióra, hogy szóljanak át a harmadik rádióra, hogy egy ember elment a lakásra. Meg tudtuk mondani pontosan, hiszen az anyukája tudta, hogy hol lakik a fia Fülöp-szigeteken, hogy menjen oda és nézze meg, hogy él-e a magyar. És mi tegnap reggel megkaptuk ezt az információt, oda ment valaki a parti őrségtől, ugye fegyveres, tehát ők azért védve vannak. És éppen nem voltak otthon, de megkaptuk azt a nagyon pozitív hírt, hogy a magyar él, rendben van, de nem találtuk meg. És kiderült, hogy akkor ők gyalog átmentek a sziget másik oldalára, ez 3 óra a hegyen keresztül, mobiljel keresve, és éppen annyi, tehát ez is a sorsnak az iróniája, hogy ugye nem tudták tölteni napok óta telefon, nem volt mobiljel. Mikor kaptak mobiljelet, akkor meg éppen lemerült a telefon, tehát annyit tudott az anyukájának mondani, hogy élek és meg vagyok. Ezt az információt mi is tudtuk, és akkor az volt a döntés, hogy be kell menni és el kell hozni. És akkor hogy kell elképzelni tényleg egy ilyen mentőakciót, amit az előbb mondtál, hogy az emberek meglátják, hogy jön egy helikopter, és tulajdonképpen biztosítani kell, hogy ne akarjanak felszállni, vagy ne akarjanak elmenekülni? Tehát ha valahol a sziget egyik csücskében mondjuk leszállna egy helikopter, akkor lehet, hogy 500 ember odarohan, és egymást ölve megpróbálnának fölkapaszkodni a helikopterre? Pontosan. Vagy azért, hogy ha hozott valamit, akkor az azonnal az övék legyen, mert annyira ilyesek vagy komjasok, vagy azért, hogy megpróbáljanak eljutni. Hát például nekünk az első bejutási kísérlet az tegnap hajnalban volt, egy kompal, úgy volt, hogy átmegyünk Ormok városába, és onnan majd valahogy tovább megyünk, és azon a kompon, ami indult volna, 5-szor annyi ember jelentkezett, hogy fölüljön, mint amennyi fölfért. És ott is a katonaságot ki kellett vezényelni, hogy gyakorlatilag rend legyen, hogy ne lincselésszerű állapotok alakuljanak ki. És az emberek kétségbe esetten két ok miatt próbálnak A-ból B-be menni. Az egyik ok az, hogy aki a tájfun sújtott a területen volt, az elmenekülne, mert nem érzi biztonságban az életét, nincs amit ennie, nincs amit innia. És a másik irány, hogy nagyon sokan akarnak bemenni a tájfun sújtott a területre, hiszen kétségbe esetten keresik a hozzátartozóikat. Meg akarja tudni, hogy él-e az édesanyja, a gyereke, a testvére. És ez egy elképzelhetetlen káosz okoz, amit egyelőre a hatóságok nem tudnak kezelni. Ezen a szigeten körülbelül hány ember van? Azt sajnos nem tudom. Nincs, de Gábor jól van és egészséges, de nincs abban az állapotban, hogy hosszan beszélgessünk vele. Most jelen pillanatban itt ül a feleségével és sírnak a földön ülve. Tehát nem lehet ilyen újságíróként rárohanni és kérdéseket föltenni. A kollégám azt mondja, aki a helikopteren berepült, hogy több falu van, ezek gyakorlatilag a földdel vannak egyenlővé téve, és most is látott a helikopterből is, pedig az viszonylag magasan repül, hullákat az út a fák között.
oda még nem jutottak el a mentőcsapatok, ott még nem kezdődött el gyakorlatilag a helyzet felszámolása. Gábor annyit elmondott, hogy a Fritán Gleinnak település nagy része, ahol ők is laktak, az egy sportcsarnokban kapott menedéket, csak addig, amíg a sportcsarnokra a terhelyebben nem szakadt, és akkor mindenkinek szét kellett szaladnia, nagyon sokan megsérültek például, amikor gyakorlatilag a hurikán lebontotta a sportcsarnokot. És ez egy nehéz kérdés, de körülbelül ez mennyi ideig tart? Hát halva ezt a pusztítást, meg ezt a fejetlenséget, illetve ezt a szervezetlenséget, hát ebből hónapok lesz, mire itt talpra állnak. Ezt nem tudjuk, tehát én szerdán voltam bent Taklóma városában, 5. napja voltunk a tragédia után, és a halottak nemhogy nem nincsenek eltemetve, nem voltak összegyűjtve. A város szélén nincsenek bezsákolva sem, tehát ott vannak a tűző napon 38 fokos melegben az 5 napja ott levő holttestek. Úgyhogy a biciklisek kerülgetik, tehát gyakorlatilag láttam olyan, hogy dobrevel a szemetet és minden más nyomtak el, benne állatitetemek, emberi hullák, hogy az autó fordalom valamelyet tudjon elindulni. De nincs autó, ami működjön, hiszen elfogyott végzetesen a benzin. Tehát én 26 természeti katasztrófa helyszínen voltam, olyan szinten megviselt, hogy komolyan elgondolkodtam azon, hogy soha nem foglalkozom ilyesmivel, mert egyszerűen lesokkolt, pedig már láttam a Csehben, Indonéziában mások is nagyon durva dolgokat, de egyszerűen lesokkolt az a látvány. És a külföldiek nem is tudnak bemenni, vagy nemzetközi segélyszervezeteket azt hallani azért, hogy mennek, segítenek, hát azért ott előbb-utóbb valakinek át kéne most venni az irányítást. Most már be tudunk menni. Az a baj, hogy például az ilyen típusú, az a rendcsinálás, azt nem mehet oda külföldi rendet csinálni, az mindig a helyi hatóságok dolga. Most már be tudunk jutni, mi is, amikor bejuttunk szerdán a Taklobán városába, azt, hogy a repülőgépek beviszik most már a segélyt, kipakolják a kifutópálya mellett, de csak azt tudtuk bevinni a 11 kilométerre lévő városba, ami a hátunkra föltér. Hát most már gyakorlatilag lenne élelem és ivóvíz, de csak a reptéren, mert nincs üzemanyag, és logisztikailag nem tudják megoldani, hogy szétfordani ezeket a segélyeket. Tehát egész egyszerűen mi is annyit tudtunk bevinni, amennyit a 38 fokos melegben egy 11 kilométeres úton három ember be tud vinni. És mi van a gyerekekkel? Hát ilyenkor mindig az a legszörnyűbb, amit ugye az ember róluk hall, hogy ott vannak szülők nélkül, bolyonganak, hát azt is dermesztő lehet látni, hogy sok-sok ezer gyerek ott a szüleit keresve bolyong az utcákon. Hát az történik, amit mi is terveztünk, hogy akik egy kicsit, hogy mondjam, összeszedték magukat fejbe, vagy tudnak jövőben is gondolkodni, azok megkeresik azokat az épületeket, amelyek megmaradtak. Jellemzően a közösségi épületek vannak betonból, és azokat nem tudta annyira tönkretenni a hurikán, és akkor azokban ilyen ideiglenes menedékeket állítanak föl, és hát talán most már csak órák, vagy esetleg napok kérdése, hogy azért, mert amikor az amerikai hadsereg megjelent, azért látszik, hogy ott van szervezettség, és ők valamelyest átvették a kezdeményező készséget, és ők nagyon gyorsan tudnak teherszállító gépekkel bedobni például teherautókat is, vagy olyan eszközöket, amelyel a szárazföldön tudnak fordani mondjuk vizet, vagy illelmiszert az éhezőknek. Hát én azt gondolom, hogy most már órák, vagy rosszabb esetben egy-két nap kérdése, és kiépül az alapvető infrastruktúra, amivel legalább a túlélést biztosítják. De nagyon gyorsan meg fognak jelenni a fertőzések, hiszen a temetetlen holttestek még ott vannak, mondom, nappal 38 meleg van, sok meleg, vagy éppen egész nap esik az eső. Tehát ez egy ilyen trópusi vidék, és vagy szélsőségek vannak, vagy esik az eső, vagy nagyon meleg van, és egy ilyen helyzetben a testek bomlása is sokkal gyorsabb. Tehát nagyon gyorsan, nagyon súlyos járványveszély lesz, hogyha ezt a kérdést nem fogják tudni megoldani. Ti tudtok ott ténylegesen segíteni, vagy pedig inkább lesz egy olyan pont, amikor azt mondjátok, hogy inkább rábízzuk a katonaságra, vagy rábízzuk a helyi erőkre, vagy nem tudom. Tehát hogy olyanokra, akik így át tudják fogni ezt a dolgot, mert olyan kevesen vagytok. Tehát azt lehet olvasni, azt lehet látni, hogy néhányan vagytok, csak ahogy mondod, a hátatokon viszitek be az élelmiszert, meg a segélyt, hogy fontos, hogy ti ott legyetek? Én azt gondolom, hogy egyrészt azért fontos, mert hogyha érdemben nem is tudunk embereknek segíteni, vagy nagyon keveset, a jelenlétük nekik erőt ad. Nagyon sok ember megállított, sírtak, amikor megláttak, azt köszönték meg, hogy egy olyan távoli országból, mint Magyarország, nagyon sokan nem is tudták, hogy az hol van, oda mennek segíteni. Tehát ilyenkor az nagyon sokat számít, hogy aki nagy bajban van, érezze azt, hogy nem hagyta magára a világ. Lehet, hogy csak egy aspirint tudunk adni neki, vagy lehet, hogy az sem, de legalább azt érzi, hogy valahol nagyon messze tudnak az ő bajáról. És nyilván nekünk most az volt a feladatunk, mi nem mentőcsapatként mentünk, nem
nem kutató mentőként. Nekünk az volt a feladatunk, hogy fölmérjük a helyzetet, és a jelentéseink, vagy a látottaink alapján otthon is gyűjtést tudunk indítani. A Baptista Szeretett Szolgálatnak Amerikában is vannak nagyon jó kapcsolatai. Tehát el tudjuk azt mondani hitelesen, hogy mire van szükség. Elmondtuk ezt a hatóságoknak és a kormánynak is. Tehát azt gondoljuk, hogy a mi tapasztalatainkkal és logisztikai képességeinkkel hozzá tudunk tenni ennek ehhez a dologhoz. Nyilván ahány emberen segítettünk, az csak csepp a tengerben. De ha egyen segítesz, akkor az egész világot megváltod, van egy ilyen mondás. Tehát nyilván ahhoz nem vagyunk elég erősek, vagy nem vállalhatjuk magunkra, hogy 3 millió embert élelmezünk. Hát nyilván persze. De ha 30-nak sikerül a túlélését biztosítani. Igen, oké. Okay. Gáborral tudunk beszélni, szerinted? Itt ül előttem egy sérés, nem, nincs abban az állapotban, hogy megpróbáljam. Oké, okay, nem csak, hogy egy mondatot az anyukájának, de nem, persze nem erőltetjük természetesen. Oké, okay, jó utat kívánunk ez akkor neki. Ez volt az első különben, amikor megérkeztünk a helikopterrel, akkor ez volt az első, hogy felhívjuk az anyukáját, és átadjuk a jó kívánságaitokat. Nekik most elsősorban az a feladatuk, hogy azt a sokkot, amit túléltek, azt kezeljük magukban. Ehhez valószínűleg pszichológus segítséget is fognak kapni. Hát nyilván nekik is, meg persze, nyilván mindenkinek persze, aki ott van és részt vesz ebben, meg áldozata ennek a tragédiának. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó utat nektek hazafelé. Köszönjük szépen. Köszönjük, ciao, hello. Lukács Csabával beszélgettünk. Önkéntes tudósítóként. Milyen állapotok vannak, nem? Tehát, hogy így hallod, hogy van valamilyen vihar. Meg elolvasod, hogy az évszázad legnagyobb vihara. És aztán úgy szinte tényleg kis túlzással lapozol egyet az újságban, és nézed a következő bulvárhírt. Nem vagy ott, nem érint meg, nem a te házad, nem nyilván. De amikor ez így hirtelen test közelbe kerül, akkor realizálódik az ember, hogy te jó Isten, mi történhet ott? S túlélted mondjuk, annak nyilván tudsz örülni, aztán eszedbe jut, hogy vajon mi van a szeretteiddel, akiről nem tudod, hogy csak eltűnt-e, valahol a sziget másik felén él, igen, vagy meghal, hol keresed meg, nagyon kemény. Nem is ez a durva szerintem, mert aki ott van, persze, annak az a legdurvább, hanem hogy itt milyen burokban élsz ahhoz képest, ami a világ másik oldalán történik, nem? Amiről egyébként nem tehetsz. De hogy éled a kis hétköznapi életedet, és hogy közben tőled, mit tudom, 8000 kilométerre, meg közben mennyire megrázó dolgok történnek, amiről nem kell, hogy tudjál, meg nem kell, hogy átérezd, hiszen nem vagy ott. Borzasztó. Borzalom. És, hát egyik percre a másikra, hogy egyre drámaibb lesz a helyzet, és amikor már olyan állapotok uralkodnak, amit Csaba is felvázolt, hogy néhány zacskó rizsért valakit megölnek, mert annyira nincs mit enniük, nincs mit inniük. Borzasztó. Igen, 8:30 múlt pontosan 7 perccel. Jönnek a hírek, 3-as ugrásra már most lehet jelentkezni. Jó, Anna valakit visszahív, pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Érdekes volt ez az interjú. Nem? Megdöbbentő. Tessék, megdöbbentő. Ijesztő, ami ott kicsit van. Nekem elszorult a torkom közben, hogy hallgatta az ember, de tök jó, hogy ők ott vannak, meg tök jó, hogy segítenek, akik tudnak és mennek, csinálják. Ez az igazán tökös szerintem. Amikor így mész be, nem? Amikor így mész be, és azt mondod, hogy figyelj, jöjjön, aminek jönnie kell. Tehát utalhatok én persze 1000 forintot, meg 2000 forintot, de amikor odamész, névtelenül teszem hozzá, és nem utazóriporterként, meg most nem a Csabáról beszélek, akkor azért az egy fontos tapasztalás szerintem. Szerintem az a fontos, hogy ha odamész, akkor találd meg a helyedet, hogy hol tudsz leginkább segíteni, és szerintem a legnagyobb segítség ebben az esetben az, hogyha valahova becsatlakozol, valaminek a részévé válsz, és mondjuk nem egy egyéni projektként éled meg ezt az egészet, hanem mondjuk ott van a Vöröskereszt, akkor szépen elmész oda, és akkor mit tudom én, egy táborba hetekig osztod a rizst, vagy osztod az ivóvizet. De mi a különbség a kettő az embereken? Az a különbség a kettő között szerintem, hogy az egyik az egy egyéni privát akció, az inkább róla szor szerintem, a tegódról, a másik pedig egy nagyon racionális, nagyon hatékony olyan munka, ami ténylegesen igazi segítséget jelent ezeknek az embereknek. De miért szólna az én egomról? Tehát ha mondjuk én holnap elutazom, és nem vagyok része a Vöröskeresztnek, se a katonai szervezetnek, se semminek. Csak azt mondom, hogy ha van ám 10-szer fél liter víz,
és én lehajolok egyébként, és segítek 10 embernek, és nem részeseként segítek valaminek, akkor az miért szól az én egómról? Azért, mert a repülőjegynek az ára sokkal több rizst, meg élelmiszert, meg gyógyszert, meg ivóvizet jelent ezeknek az embereknek, ha itt fogod magad és szépen átutalod. De nem könnyebb sokszor. Mert ott azok az emberek, akik értenek hozzá, akik ebben élnek, tudják, hogy hova kell menni, tudják, hogy mire kell váltani azt a pénzt, hogy tudják, hogy ezeknek az embereknek valójában mire van szükségük, arra fogják költeni majd azt a sok pénzt. Igen, ami abba kerül, hogy te odáig eljuss. De ha aki teheti és odautazhat, de lenyomhat egy enter gombot, annak nem jobb, ha oda megy? Ha te 3 embert egyébként átölelsz ilyenkor, vagy 2 gyereknek vizet adsz a kezébe, nem jobb, mint hogy megnyomsz egy enter gombot? Mennyibe kerül egy repülőjegy a Fülöp-szigetekre? Nem nézheted ezt mindig így. Tehát ilyen alapon akkor a katonai szervezetek nyomjanak egy enter gombot, utalják el a Fülöp-szigeti kormánynak és osszák szét. Nem nézheted csak anyagi szempontból mindig a dolgot, hogy az én repülőjegyem meg a szállásom mennyi. Lehet, hogy ennyi. De mondjuk kerüljön ez 500 ezer forintba. Ha te 10 gyereknek, vagy 10 felnőttnek, vagy 10 idősnek egyébként lehajolsz, és azt mondod, hogy itt vagyunk, segítünk, itt van víz, így áll, összevethető ez azzal, hogy 600 ezer forintot költöttem a repülőjegyre? Nem. Főleg, ha mondjuk nem olyan emberekhez hajolsz le, akikhez egy szervezet nem juthatott volna el, akkor a te oldalad. Nem tudod így mert nézni. A szervezet most, mert a Balázs besétált, és egy olyan mellékutcába ment, ahol megmentett 3 embert, akkor neki van igaza. Ha a másik oldalt nézem, hogy a szervezetnek adott hát, az ha én ezt 600 ezer forintot nézem, amiben mondjuk adott esetben repülőjegy került, akkor nem 10 emberhez jutott el a segítséged, ismeretlenül, ugyanúgy ismeretlenül, ahogy egyébként te is ismeretlenül mennél oda, hogy érted? Egyszerűen nem tíznek, nagyon, hanem mondjuk eljutott volna 200 embernek. Ez nagyon máshogy gondolom. És ugye ott van egy 190 főnyi különbség. Tehát azt érzem, hogy akkor több emberhez jut el a segítség. Tehát ilyen alapon például a baptisták, akik mondjuk 6-an mennek, és mondjuk segítenek, 16 emberen ne menjenek? Egy ilyen szituációban kérdőjelezem meg én ezt. Tehát, hogy amikor már gyakorlatilag ott anarchia van, mert hogy amit lefestett egyébként a Csaba, szerintem ez az volt. Tehát, hogy az utca szélén heverő holttestek, meg az, hogy megrohanják a segélyszállítmányokat, illetve szerintem... hogy leszálló helikoptert körbe kell venni fegyveresekkel azért, hogy nehogy. Szerintem itt kezdődik az alázat, amikor a te életedet alárendeled valakinek, akiről te eddig nem tudtál, nem ismered, nem ragaszkodsz hozzá, de kockára teszed a saját életedet azért, hogy te egyébként 3 emberhez le tudjál hajolni. Tehát az igazi alázat az szerintem innen indul. Ha ezt valaki ego kérdésnek veszi fel, az nagyon nagyot téved. Ugyanis ezek az emberek... Igen, de ez nem én vagyok. Nem, csak mondtad, hogy az az egóról szól, vagy inkább az emberről szól. Ezt mondtad, te azért kérdezem. Igen, igen. Na de miért szólna az egóról? Tehát ha ezek az emberek utána mind nyilatkoznának és kitüntetést kapnának, azt mondom, igazad van. De ezek az emberek nagy többsége egyébként, akik nem katonai szervezettel vagy Vöröskereszttel mennek el, azok egyébként lehet, hogy úgy halnak meg, hogy őket is lelövik egy tárizsért, de közben azt mondja, hogy lehet, hogy engem lelőnek, de 3 emberen segítek. De miért lőjék le? Tessék? Tehát, hogy miért kerüljön egy ilyen szituációba, amikor egyébként is segíthetne, de úgy, hogy közben nem kockáztatja a saját életét. Azért, Jani, mert van az alázatnak egyfajta olyan szintje, amikor túllépsz a saját életeden. És azt mondod, hogy igen, már az én életem kevésbé fontos, mint az övé, aként segítek. Itt kezdődik az igazi megvilágosodás. Érted, hogy mit mondok? Ez már nem ego, tehát ez szerintem nem arról szól. Amikor az ő élete javára túllépek az én életem fontosságán. Igen, csak én egy racionális ember vagyok, én nem megvilágosodni akarok, hanem ezeknek az embereknek gyógyszert adni, enni adni, inni adni. De nálam, én mondjuk kimegyek egyedül, és nálam van 2 fiola gyógyszer, és van 1/2 liter víz, és nem tudok 100 embernek osztani semmit, nincs lehetőségem. De mondjuk ott vagyok a Fülöp-szigeten, és 2 darab emberhez tudok lehajolni. És 2 darab embernek tudok egy 1/2 liter vizet adni. Kevesebb vagyok én, mint a Vöröskereszt, aki egyébként 1000 emberen vagy 10000 emberen segít. Nem a Vöröskereszttel kell összehasonlítanod igen, magad, tehát, hogy az indítatást nézzük, akkor nincsen semmiféle különbség kettőtök között, mert te is azért vagy ott, hogy segítsél, meg ők is azért vannak ott, hogy segítsenek. Van. Csak amit ők csinálnak, az egy kicsit racionálisabb, a tied meg inkább érzelmi alapú. De baj? Az baj? De hogy baj, csak mondom a hatékonyságról. Én szimplán csak a hatékonyságról beszélek, nem arról, hogy most a kettő de között melyik a nem lehet mindig ezt hatékonyságból, meg racionitásból, meg anyagi oldalról nézni szerintem. Én értem a Janit, hogy az adott összegből való kigazdálkodást nézi. Ha ezt mellé állítod, hogy te 6 kilóért kimentél a 2 aspirinnel meg a vízzel, ha elutolod a 6 kilót, te valóban 3 embert mentettél meg, akik még egyszer mondom, lehet, hogy egyébként nem jutottak volna el a segélyszolgáltatásig, tehát te gyönyörű cselekedetet tettél, de ugyanabból a pénzből, ha racionálisan nézzük, a Vöröskereszt meg megment 300-at. 10 000-en, 100 000-en kell itt segíteni. Tehát a Jani ezt így nézi, de a te olvasatod meg az, hogy a saját kis kálváriádat végigjárva. Az indítatás az nemes, az nagyon szimpatikus, az semmi gond nincsen, sőt.
Tehát, hogy mindenki, tehát, hogy ha valaki tud segíteni, az segítsen. De hogyha ténylegesen hatékonyabb az a segítségforma, hogy én egy számlaszámra átutalok itt Budapesten, és nem a Fülöp-szigeteken, elutalok egy összeget, és aztán abból a hozzáértő emberek megveszik azt, amire valójában szükségük van, utána pedig, mivel rendelkeznek a megfelelő logisztikával, meg szervezettséggel, aztán ezt eljutatják 100 emberhez, máshogy, akkor szerintem az jobb. Máshogy látom. Szerintem meg nem mind a kettőre szükség van. Tehát, hogy neked pedig le kell tudni hajolni, és nem csak egy enter gombot megnyomni. Ez ilyen típusú emberekre is szükség van, amellett, hogy megy a katonai szervezetek, meg megy a Vörös Kereszt. Hát igenis, 3 emberhez lehajolni van annyira fontos, mint 1000 ember beterelni egy sátorba, szerintem. Na mindegy. Játszunk 3-asugrást valakivel. Itt van már is a játékosunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Bandika! Bandika, így van. Bandika, honnan hívsz minket? Dabas. Dabasról, mit csinálsz, dolgozol? Hát olyasmi, igen. Uh-huh. Épp postán vagyok. Postán vagyok. Jó. Próbáljuk akkor meg. Jani, milyenek a kérdések? Hú, szerintem vihető. Vihető? Igen. Nézzük az legyen első. Úgy. Az utolsó nehéz. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első. Hány óra telik el átlagosan az apály és a dagály között? Apály és dagály, szerintem 6 óra. 6 óra, jól is mondod. Mehetünk tovább? Persze, üzzük. Üzzük. Így szól a második kérdés, dedikált egér alátétért vagy Klassz FM-es önmagába visszahajtható szatyori. Melyik sporták képviselői küzdenek az NFL-ben? NFL? Rugby? Amerikai foci? Na, jó van. Hú. Hát, mi legyen? Véleményes. Legyen amerikai foci. Jó. Rugby, amerikai foci, tojáslabda, ez is, az is. Így van. Az egyik férfiasabbak, a másik spandexen. Menjünk tovább? Persze. Meg is állhat, és akkor megtartod, amit van. Hát maximum akkor boomozhatok, ugye? Igen. Oké. Okay. Klassz FM-es sapkáért így szól a harmadik kérdés. Melyik város világhírű múzeuma az Ermitázs? Hú, Ermitázs. Párizs. Nem. Sajnos. Igen, Szentpétervár. Hát igen, kicsit nem arra van. Igen, ez nem teljesen az volt. Jó, jöhet a boom, mehetünk. Nagyot kicsit. Indulnak az ajándékcsomagok, tiki-taki, az rád van bízva. Boom! Oda tetted. A minden itt, mekkora boom volt? Te pattantyúsok gyöngye. Jézusom! De nálam sem. Na? Nálam sem. Még az Annánál se, pedig az a legérzékenyebb gépünk. Sajnos nem. Kapd egy tárját neki. Nem. Hát mindegy, örülök, hogy játszottunk. Bandika, köszi. Köszönöm a lehetőséget. Mi is. További jó műsorvezetést. Ciao, hello. Sziasztok. Ez volt a 3-asugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel jönnek a hírek, mi pedig Peti hetesünkkel és a mával folytatjuk a hírek után. 4:10 múlt, pontosan 2 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello. Hello. Jani. Péntek van. Ez nem jelenthet mást, mint hogy itt a hétvége, A, B, Polgár Peti. Igen, több szempontból is. Peti benne volt valamilyen fókuszanyagban, láttátok? Én csak hallottam. Valami mulatos anyagot csinált a fókusz, és ott volt benne. Hm. De hogy pontosan mit csinált, meg miért volt ott kardabeával, azt nem értettem. Valami mulatos sztárokat hoztak össze. Én csak annyit tudok, hogy betelefonált a fókusz szerkesztősége, vagy veled meg van beszélve az interjú. De jó. Ezt jól tolja, Peti, igen. A Balázs tud róla, engedélyezte, jöhetek. De akkor nem tudjuk, hogy ott mit csinált. Hát akkor valószínűleg, mint mulatos előadó szerepelt benne, nem? Vagy kicikiszte a kardba beállt, szegény. Őt hogy lehet? Nem lehet rajta fogást találni. Hát rajta semmit. Gyerekek, Petinek megindulni látszik. Vigyázni kell aztán, nehogy mindenféle hírportáloknak is zenél, ahogy látom. Most a régi anyagokat... A kérdésed helyén való.
10 után meg fogom tőle kérdezni. Peti, ugyanazt számlázott kétszer, mert akkor itt a fele rafkos vagy, de jó, követjük. Mehet, de feletér. Igen, nézzük az anyagokat egy helyre, vagy két helyre egy dolgot, vagy eladni nem szép dolog. Hát gyerekek, beindult a Peti, fölfuttattuk, és mi drukkolunk neki, menjen, szerepeljen, persze, nincs ezzel baj, tök jó. Hívjátok. Lassan nem ő lesz majd a Morning Show állandó vendége, hanem mi leszünk majd az ő műsora. Igen, igen. Mi szereplünk az ő műsorába pénteken. Most akkor benne vagyunk Peti műsorában, 10 percig? Én nagyon örülök, ez nagyon nagy megtiszteltetés. Kommentálhatjuk a híreidet, Peti. Igen. Na, előtte egy-két közlekedés. M5-ös dabasi leágazás után mérnek Szeged felé. Gyalog kakuk írta ezt nekünk. Valamint az Árpád fejedelem útján, a Komjádi uszodánál a szokott helyen baleset, Margit híd felé, csak a belső sáv járható. Torlódás nincs, enyhe a forgalom, Iszkiri futár küldte ezt nekünk. 65-ös úton Ságváron az Agyipkúttal szemben a rendéber őrei mérnek egy fehér autóból világítással. Remélem elindul az autó, ha helyet változtatnak. Írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. M7-esen van egy fotózásunk a 44-es kilométernél, és Bőszénfa 67-es Szigetvár felől érkezőket mérik, ez pedig Szilárd küldte nekünk. Na, Peti, miről énekel, nézzük. Szepesi Niki, Dévényi Tibi bácsi és Csobot Adél szakítása Bencével. Ezeket szedte össze. Jó Istenem. Na nézzük akkor. Dévényi Tibi bácsi 66 évesen is bírja a strapát az ágyban. Ez a cikk, ami Peti megihlette. Ugye új barátnője van, most már nem annyira új, de hogy új a kapcsolat, és akkor de erről nyilatkozott Tibi bá. Ja, Tibi bá, mert hogyha barátnő ugye nem nyilatkozhatott volna arról, hogy korábban milyen volt ő az ágyban, tehát nem volt tudhatta viszonyítási alapja. Tehát Tibi bá nyilatkozta önmagáról, hogy ő még mindig igen, nagyon penge. Pöttyöse a labda. A cikkben az van, pöttyöse még a labda? A cikkben az van, hogy nem rejtegeti az új barátnőjét, hanem beakerüli a nyilvánosságot. Jó ezeket a félreértéseket tisztázni, mondja az XY magazinnak Tibi bácsi. Nem de rejtegeti a szemérmesen mesél arról, hogy 6 évvel ezelőtt rajongóként találkozott a retro DJ-vel. Bea mennyire menekül a nyilvánosság elől, ha szemérmesen mesél arról, nem? Igen. Egészen nem rejtegeti. Hát most dugdosa vagy nem dugdos? Nem? Hát azt mondja, ha azt mondja, hogy dugdosa, akkor utána már hiába van más. Be a szemérmes sem mesél arról, hogy 6 évvel rajongott a retro DJ-ért, és álmában sem mert volna gondolni, hogy később egy pár lesznek. Igen, ez a... Nyilatkozta Bea. Igen. Annyira nem fél be. Szemérmesen mesélt róla. Most mesélt róla, vagy nem mesélt? Mesélt. Azt mondja, hogy szemérmesen vagy nem? Hát mesélt. Akkor mégsem szemérmes. Na, meghallgatjuk, hogy Peti mit énekelt erről. Három kívánság, a kívánságom az, hogy jó soká a kis kopasz, a tizen túli a társaságát elhagytad rég. 66 éves lettél, de ez messze nem a vég. Deréktól lefele még nem vagy retro. Előtt találsz az alagútban, mint a négyes metró. Hello, elektor kalandod, így köszönnek rá. És a labdája, hogy Tibi bácsi el nem intézik, azt el ne higgyed. Előkapja a torpedót is, bummol egyet. Három kívánság, a kívánságom az, hogy jó sokáig működjön még a kis kopasz. Peti! Ez volt tehát az első. Nézzük a másodikat. Adél ugye szakított Bencével. És ja, Istenem. Peti most bejelentkezett Adélhoz, vagy Adélra. Adélra, igen. Egy kis öröm az örömben. Peti bejelentkezett, kinézte magának Adélt, és énekelt arról, hogy hogy tudna Bence helyébe lépni. És az Adél, hogy örülhet ennek? Adél. Ő is már kiszúrta magának biztos a Petit. Na, meghallgatjuk Peti, hogy szeretne Bence helyére lépni, és mit üzen Adélnak. Nagy szájú kisfiú leszek melletted. Az Afterix-ben rabja lettem a mosolyodnak. Az ágon istenes lenni nem tudok.
És az utolsó, Szepesi Niki. Jó, hát az öreg favorit. Igen, lepkéket tetováltatott a hátára. Te jó Isten! Egyébként egy nagyon komoly tetoválásról van szó. Szépen állítom, a bal csípőről elindul, igen, és felszáll a egészen jobbra a lepke sor. Azt olvasom, hogy igen, pillangó tetetett magára, de hogy egy ilyen teljes hátas tetkó. Nagyon durva. Mondom, innen elindult, igen, bal alulról és följobb válik. Te hogy mondtad? Honnan, hova? A csipejéről a vállára. A csipejéről? A csipejéről. Igen, konkrétan a nyakától a fenekéig. Egy ilyen kis, nem is tudom, egy fordított S alakban megérkezik. Szép. Tessék? Szép egyébként. Tetszik? Nekem tetszik. Bírod az ilyen nagyobb tetkókat? Az ilyeneket, ami ilyen részletgazdag. Tehát, hogyha csak oda van egy oda dobva a hátára, mondjuk egy hatalmas turul, az nem annyira, de így. De ha szépen látszik szép a tolla, akkor már mehet. Na, meghallgatjuk, Peti, mit énekelt erről? Lepkés hátú a Szepesi Niki, csak rám nem szállt az a jó nagy bibi. Nézegetném én a sok kis lepkét, közben két oldalról markolnám a sejem háló ingjét. Amióta pillangós a kaszni, röptében sem lehet őt megkapni. Celebkezte az a jó nagy hibát, hogy a pasikat csak egy érdekli a Pikali Gerda. Láttalak én a halatortámban, nem hittem el, hogy mekkora szád van. Hogyha velem ordítoztál azonnal, betömném a szádat én a fantasztikus bacsival. Elolvastam azóta a könyved, hogy nem voltál meg már, nem ejtek könnyed. Mert többen voltak már abban a lukban, mint főszezonban egy horvát alagútban. Eljegyezve a Szepesi Niki, ebből most már nem lesz fiki-fiki. Hát lemondok rólad most már lazán, légy boldog egy másik pasi familiájában. Mostanában nem csörög a kassa, nincs mit írni, ha csak egy pasi babája. Viszlát neki, nem tolsz te ki velem, íztom egy sört, aztán jól ki kitalálok mást. Feti! Ez volt, ez az igazi. Imádja, szereti. Alig várom, hogy a Niki valamit csináljon, mert tudom, hogy a Peti énekel róla. Tehát ezt annyira elkaptál, ennek most hány része van? Három vagy négy? Ez a harmadik. Három vagy négy rész. Szenzációs. Mesterhármas. Mesterhármas, így van. Na, ígértük, hogy foglalkozunk azon hallgatóinkkal, akik naponta esnek áldozatául a MÁV-nak, minden nap reményekkel teli szívvel szállnak föl a MÁV-val, és a MÁV valamelyik járat, és gondolják azt, hogy ma esetleg sikerül odaérni. Kis túlzással, nyilván nem mindegyik vonalról van szó, de ugye nagyon sok SMS-t kaptunk a Fehérvár déli kápolnásték vonalról, hogy ott most megint óriási késések vannak, és ígértük, hogy röviden, de utána járunk annak, hogy ennek mi az oka. Hogy mondja el a MÁV Start szóvivője, hogy igen, vannak, de hogy meddig, ugye? Meg talán sokan nem is tudják, akik zögykölődnek, hogy pontosan mi az oka, úgyhogy megkérdezzük a MÁV Start szóvivőjét. Itt van Szabó Anett. Hello Anett, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Ude lemondó a hangod. Jó reggel! Nem, igen, nem, bennünket nem hall. Köszönöm a lehetőséget. Tudod, hogy elmondtad. Semmi személyes, ez csak meló. Gonterhet vagy? Vagy sűrű a nap? Titeket részesítettelek előnyben, úgyhogy lemondtam egy-két értekezletet. Na, de most mondd meg, hát nem jobb velünk beszélgetni, mint egy ilyen száraz, unalmas értekezleten beülni. Ott a szikat, pogácsákat, meg a meleg ásványvizet élvezni. Helyettő pedig itt vagyunk mi. Megmondom őszintén, hogy én nagyon tisztelem és szeretem azt a vasutastudást, amit ilyen értekezleteken kapok a kollégáimtól, úgyhogy én ezt is szeretem. Szóval valaki áll melletted. Anett, ez a vasutas tudás a járatokkal sokszor miért nem látszik? Az a baj, hogy nem látszik, igen. Egyébként nagyon komoly munka és erőfeszítés és tudás van a vonatok közlekedtetése mögött. Most a Budapest Székesfehérvár vasútvonalról beszéltetek ugye reggel. Itt a Kelenföldtárnok szakasz felújítása még nem fejeződött be. Az éjszaka folyamán 3 óra 20 percig volt betervezve egy vágányzár. A két vágányból egy vágányt tudtunk használni. Itt a munkálatok nem fejeződtek be 3 óra 20 percre, csak sokkal később, több órával később, egyébként most már megbefejeződtek, és emiatt voltak késések. Sőt, még egy biztosító berendezés hibával is kellett számolni, nem működtek a sorompók. Ilyenkor 40 km per órás, 15 km per órás sebességkorlátozások lépnek életbe. Azon túl, hogy állomástávolságúvá válik a közlekedés. Tehát addig nem indulhat el
egy másik vonat, amíg az előző vonat meg nem érkezett az állomásra, és vissza nem jelzik ezt a kollégák. Hát igen, de azért az nagyon irális. Tegnap kaptunk egy SMS-t, hogy valaki 5:30-kor indult el Kápolnásig Budapest, és 3-4-8 tájékán még nem volt bent a végállomáson. És egy 40 kilométeres távról beszélünk. Hát azért az elképesztő. Ugye nagyon fontos, hogy itt 4 óránként indulnak a vonatok ebben a reggeli időszakban, hogy a megfelelő módon kiszolgáljuk a nagyon jelentős utasforgalmat. És például, ami egyébként megoldást jelenthetne egy ilyen jelentős problémára, késésekre, az a vonatlemondás, tehát hogy nem indítunk el további vonatokat, és nem gerjesztünk további késéseket, mert ugye ez abból is adódik, hogy a sűrűn közlekedő vonatok egyszerűen feltartják egymást. Ezt a lehetőséget itt az elővárosban, a reggeli órákban egyszerűen el kell vetni a nagy létszámú utasforgalom miatt. Amit meg tudnak tenni a kollégák, és azt meg is tették ma reggel is, hogy azt az irányt részesítik előnyben, amelyik irányba több utas közlekedik, tehát például a reggeli órákba Budapest felé, délután pedig Budapest felől. Ez egyébként most a vonatok közlekedésében is látod, hogy ezek a nagyon jelentős 60-70 perces késések. Bocsánat, csak hogy ezt részesítik elő, hogy mert reggel Budapest felé, hát pont ezt kérdeztem az előbb, csak aztán nem jött válasz, hogy 5:30-kor indult, és 3-4-8-kor még nem volt bent egy 40 kilométeres távon. Te meg azt mondod, hogy ezt részesítik előnyben. De amikor a problémával számolni kell, amikor a meghívásodás jelentkezik, akkor még abban a pillanatban nincs lehetőség intézkedni. Ez folyamatosan, ahogy a vonatok közlekednek, indulnak, követik egymást, akkor tudnak a forgalomszabályozásba belenyúlni az üzemirányító kollégák. Ez meddig tartott ez a váltóhiba, vagy mert ugye ez tegnap történt, hogy ez sikerült elhárítani? Vagy ez még mindig tart? Most már rendben közlekednek a vonatok, most már a késések abból adódnak, ugye ahogy említettem, nagyon sűrű a vonat közlekedés, és hatnak egymásra ezek a vonatok, tehát az egyik késése átadódik a másiknak is. Jó, akkor mit mondjunk azoknak, akik ezen a vonalon közlekednek, csak körülbelül még hány nap? A biztosító berendezési finom hangolások itt a felújítás miatt én úgy tudom, hogy az idei év végén fognak befejeződni, de ilyen meghibásodásokkal, ilyen mértékű késésekkel nem kell számolni. Csak abban az esetben nyilván, hogyha itt valami történik, mert mindenféle menetrendszerűségi törekvést felül kell, hogy írjon a biztonság, az utasok és a kollégáink biztos megérkezése. Tehát a mai napra várhatóan a délelőtti órákban már rendeződik a helyzet, és én úgy tudom, hogy a felújítási munkálatok az idei év végén már befejeződnek. Reménykedjünk ebben. Anett, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Köszönöm a lehetőséget! Köszönjük, Szabó Anett, Mávstar szóvivővel beszélgettünk. Segítség azoknak, akik akkor holnap is vonatra ülnek, vagy hétfőn, hogy ez akkor decemberig még ezen a vonalon, Kápolnásség, Székesfehérvár, Budapest, Velencei tó azon a vonalon, akkor még további késésekre lehet számítani. Igen, és reméljük, hogy újabb hibákat nem találnak, mert ugye most is itt egy dolgot meg akartak javítani. Azt se tudták időre, és utána kiderült, hogy van még más is. Úgyhogy, hát, nekik sem könnyű. Nem, hát konkrétan azt hiszem, hogy bármi pillanat elsírja magát, olyan volt a hangja szegénynek. Gyerekek, most Mávstar szóvivőnek lenni azért az most egy nehéz küldetés, meg egy nehéz feladat. Tehát, hogy naponta kérdeznek tőled olyan dolgokat, amire azért legyünk tényszerűek, baromi nehéz válaszolni, és megideologizálni, szépíteni két-két és fél három órás csúszásokat. Tehát, hogy azért az ember legyen a talpán, aki nem kap idegösszeomlást, nem egy hónapos ilyen munka után. Hát azért érzékenyült el, mert arra gondolt, hogy mindjárt el kell válnia tőlünk, és be kell menni arra az unalmas értekezésre. Én tudom, tudunk hiányozni. 3:50, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Sziasztok. Hello. A nagyfater van a tévében, csak azt nézem. És nem vállalja. És nem ez vállalja. A legszebb az egész. Dekár, Kozsóról beszélünk. Igen. Megszületett az első unokája. És akkor most erről nem akarsz. De szerintem biztos a vállalja, nem? Hogy Kozsónak az unokája, mi van gyereke? Persze. Igen. Kozsónak van egy gyereke. Igen, egy nagyobb. Egy nagyobb bacska. Nagy lány, és akkor most unoka van, és hogy nem nagyon bír, mit kezdeni a gondolattal? Hogy a nagyfater lett. Hogy nagyapó. Hát nagy. Nem, én tényleg nem tudtam, hogy a Kozsónak van gyereke. Ez jó. Egy nagyon helyes, én 10 évvel ezelőtt láttam azt hiszem egyszer. Igen? A kis csajt nagyon tündéri aranyos volt. Akkor, és aztán most született egy gyereke neki. De jó, hiszem tudtam. 8:10, hívjuk már is a nap hallgatóját. Remélem fölveszi, mert tele vagyunk ajándékokkal. Olyan helyre megy, hogy be fog pisilni.
Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Szia. Hello, Norbi. Igen. Nem, esküszöm, nem köszönök többet, csak kerestem a nevedet, és én mindig időt húzok. Hello, hello, hello. Hello. Hello, Norbi. Hol hallgatsz minket helyileg, Norbi? Visontán. Visontán. Na, ugye arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan SMS-eket, amely leírják, hogy hogy cikizték őket gyermekkorunkban, vagy ők hogy cikizték a csajokat, vagy a fiúkat. Igen. És hát rengeteg SMS jött, te írtad nekünk ugye azt, amit nagyon szerettünk, mindenki ismerte, ami így szólt, hol a melled, az ofotértben nagyítatni? Ezt írtad te. Ezt neked mondták, vagy te ezt te mondtad? Ezt én mondtam. Te mondtad. Így van. Mikor születtél, Norbi? Mikor vagy? 75. 75-ös, aha. Hát ezt ismertük, igen, mert ez ilyen korszakos. És van-e barátnőd azóta? Hát, hogyha így. Az ilyet nem mondanám. Na, opa, érzékeny. Nincs csaj most éppen, Norbi, hiány van? De. Hogy lenne? Feleség? Élettárs. Élettárs. Ki hív? Ő. Pont ő, úgy lehet, a másikon. Vedd föl, mondd meg neki, hogy a Morning Show-ba vagy éppen, megvárjuk. Oké, pillanat. Haló? Nem ő volt, hanem a kollégám. Ja, jó van. Mit akart? Benne vagy a rádió. Kamionokat pakolgatta, hogy mennyi kell rá. Ja, hogy mennyit rakjatok rá. Így van, így van. Oké, Norbi, szoktál Pesten járni? Szoktam. Akkor már azt is mondtad, hogy van valaki, akit elvinnél, ugye? Igen. Szeretnénk téged eljutatni Magyarország legeslegjobb amerikai éttermébe, ahol hát egy brutális amerikai receptúra alapján készülnek ételkülönlegességek, és holnap például Elvis Est lesz. Nagyon jó. Ott lesz maga Elvis? Hát ezt azért talán nem tudjuk így garantálni ebben a formában, de egy vacsorával egybekötött Elvis Est, ha már át tudod ezt venni, akkor már akár holnap is elmehetnétek. Mikor kellene átvenni? Vagy bejössz érte, vagy mi elküldjük, és akkor elmentek a jövő héten. Jó, az jó lesz, elkülditek. Jó, szeretitek az ilyen amerikai kaját, amerikai hamburgerek, palacsinták, sztékek, nagy hamburgerek, sékek, minden, ami amerikai, bírjátok? Nem bírjuk, szoktunk is enni olyat. Jó, jó, nem vagy túl lelkes. Jó, oké, okay, oké, okay, Norbi, küldjük neked, érezzétek jól magatokat, jó hely, bízál bennünk, jó? Köszönjük szépen. Oké, okay, Norbi, ciao. Hello, sziasztok. Hello, hello. Örült? Ja, örült. Igen, csak annyira megzavarta a másik telefoncsörgés, hogy nem tudott neki hangot adni. Szegény dolgozott közben ilyen. Csabi, hello. Jó reggelt. Hát azt kellett volna megkérdezni Norbitól, hogy vajon a kedvesének van-e melle? Ez lehet, hogy nem baj, hogy nem kérdeztük meg, Csabi. Akkor még csak 5 éves volt, amikor ezt használta. Igen. Mi van, te koncertezel hétvégén? Jó hallobzol? Képzeld el, hogy ma este lesz egy jó kis forradbor fesztivál. Ferikém, téged szeretettel várlak. Nem tudok menni. Köszönöm. De te szereted a forradbort. Ilyetetlen, hogy alkohol van mindenki Ferire nézem. Igen. Na, Örkényben lesz, és ott az Abánzi gruppal fellépünk, és elővesszük a jó kis régi sing-sing klasszikusokat, meg rock klasszikusokat. Na, játszunk. De jó. Halálomájra, mi? Az is lesz. És te mit csinálsz? Csápolok. Csápolsz? Na, az király. Jól nyomják? Jó, nagyon, annyira jól nyomják. Néha felugrom a színpadon. Az jó. De ez egy jó hangulat este lesz. Remek zenéid is vannak? És ráadásul hozom John Newman-t, aki ugye annyira sikeres, hogy most már megjelent az X-Faktorban is. Többen is énekelnek dalokat tőle, és nem csak ugye a magyar szériában. Nem könnyű. Tehát nehéz utánozni a srácot, mert nagyon egyedi a hangja, és a cheatinget meg is hallgatjuk a következő órában. Egy jó kis cheating. Majd ha az Abaházi gruppal énekel, akkor lesz híres. Igen. Na, van egy képünk, utánozni, amit föltöltöttünk a Facebookra, mielőtt Feri elmondja a receptjét. Ez tulajdonképpen csak megmutatja, hogy mi várható majd vasárnap ízelítő. Este egy kis ízelítő. János egy olyan pózban, amin ember nem tud nagyon ülni, és szerintem az emberek 99%-a nem ült ebben a pózban soha. A kép ott van a Facebookon. Imádom. Igen, nagyon fantasztikus. A következmények miatt még mindig egy kicsit csajog a derekam. Igen. De a következmény nem látszik a képen. Az nem, a következmény nincs, csak maga a nagy pillanat. Nem fogjátok elhinni egyébként, a comb közelítő izmaim be vannak durranva. Annyira feszültem, annyira kapaszkodtam, annyira szorítottam a hátasomat, hogy konkrétan izomlázam lett a belső combomba. Igen, hétvégén ugye teszteljük majd, hogy maradt-e még bennünk valami a magyarság ösztöneiből. A vadászatból, meg az élelemszerzésből, meg a lovaglásból. Hát János nem akármilyen állaton, nem akárhogy lovagon. Nagyon szerettem. Hát ki, ha nem te próbálnád ezt ki, nem?
Hát persze, ellögdöstem onnan Balázs. Igen, te akartam, mentél. Ment volna. Én. És akkor hátulról összerúgtam a bokáit, ő elesett, és akkor én felugrottam az állatra. Aki nincs Facebookon, annak fölteszük a morningshow.hu-ra is, hogy ott is meg tudja nézni. Jó? Hogy mi ez az állat, de a folytatás az vasárnap este. Történelmi a kép, ne hagyjátok ki. Tényleg nagyon jó. Te betyár! Nagyon szeretem. Nagyon bátor vagy. Mi a recept, Feri? Ősz van, úgyhogy van benne körte, van benne dió, tehát hogy nagyon figyeltem arra, hogy ez legyen akkor ilyen szezonális a dolog, meg kék sajt, azt még mielőtt fölkapjuk a fejünket, ez egy kapható termék, bárhol előfordul ez, és karaj, ezek vannak összesütve, karamellizálva a körte, nagyon-nagyon jó kaja. Azoknak is, az én két gyerekem az így sajttal nem nagy barátságban vannak, ez volt az, ahol azt mondták, hogy ez jöhet holnap is. Tehát ha valakinek a gyerek ilyen a sajt ellen, és egy picit, akkor ezt meg lehet csinálni, és isteni jó, összesül az egész, karamellizálva a körte, a dió kicsit megpirítva. A dió jó, nagyon, nagyon sok kálium van benne, például a dióban. Otthon is hagytam, amit hoztam nekem. Igen, hétfőn. Oké, tehát a recept a Facebookon, összetevőkkel, alapanyagokkal, minden fotóval. Minden leírással, ja, és ahogy szoktam leírással mondani, hülye álló. Tehát, hogy bárki meg tudja könnyű csinálni. Aha, nagyon, tényleg könnyű. Jó, megnézhetitek. Oké, Csabi jön a kívánság műsorra. Jó, mindenki kérjen tőle dalt, mi pedig jövünk hétfőn. Jó hétvégét, szevasztok! Sziasztok! Ciao.